Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szabadpolc 7. adása. Üdvözlöm műsorvezető társaimat, Ákost! Sziasztok! Alexet! Hello, sziasztok! Én pedig Ádám volnék, és hát ma Lackfi János Milyenek a magyarok című könyvéről fogunk beszélgetni, ami hát egy nagyon érdekes olvasmány volt, ami nagyon szépen reflektál a magyarság különböző hát dilemmáira, tulajdonságaira és problémáira. Én arra lennék kíváncsi, hogyha nektek kéne bemutatni valakinek ezt a könyvet, akkor hogyan tudnátok összefoglalni? Én azt hiszem, hogy azt emelném ki, hogy a magyarságról beszélni az egy nagyon kényes dolog, vagy azt érzem, hogy így évről évre egy nehezebb kérdés. Mindig szeretem az olyan figurákat, akik így ilyen nagyon érzékeny és bonyolult témaköröket egyszerűen így nem, kvázi nem hajlandóak komolyan venni, és elkezdenek ilyen fesztelenül, viccesen sztorizni a magyarság körül, és ilyen szempontból nagyon jó élmény volt olvasni ezt a könyvet, tehát ezt is mindenképpen mondanám az ismerősömnek, és így ajánlanám, hogy vágjon bele ő is, mert hogy egy ilyen könnyed, de szerintem mégis egy ilyen fontos olvasmány a magyarság, vagyis a közös ügyeink szempontjából. Én talán akkor nem ebből az irányból fogom megragadni, hanem én úgy mutatnám be, hogy nagyon nehéz viccesnek lenni írott formában szerintem, vagy én úgy képzelem, hogy vagy hát én magamról tudom, hogy én nem tudok úgy vicceset írni, hogy így vicceset akarok írni, és ez egy ilyen, sose értettem, hogy lehet ilyen vicces, nem tudom, akár stand-up komedi műsorokat megírni magadnak, és aztán viccesnek lenni, de szerintem ez abszolút egy olyan könyv, ami tud vicces lenni, és nagyon jól és kellemesen tud vicces lenni, és ilyen önironikusan és úgy, hogy reflektál közben arra, hogy hát mit is jelent magyarnak lenni, és mit is érzünk ezzel kapcsolatban. Mert azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok pillanata van, amikor egy kicsit ilyen kínosabbnak hat, vagy ilyen azt hiszem, hogy előtte beszélgettünk már erről a könyvről, és úgy apostrofáltuk, mint amikor egy ilyen tipikus apuka karakter így vicces akar lenni, és ez néha hát kínosságba fullad, de én úgy éreztem, hogy ezért legtöbbször egy ilyen nagyon erős stand-up anyag az, amit így olvasok, és így nagyon jól végigvitt a fejezeteken. Külön tetszett, hogy így a fejezetek is tök jól egymáshoz illeszkednek, és ilyen egészen szép gondolatszálakat lehet felépíteni belőlük, úgyhogy én így mutatnám be valahogy egy könyvet egy annak, aki még nem olvasta. És te, Ádám? Én igazából csak megismételni tudom, hogy amiket így nagyjából mondtatok, hogy az egész tényleg olyan, mint egy stand-up, csak hát egyrészt egy írott formába öntve, de tudom ajánlani esetleg, akinek elérhető az Amazonnak a könyves oldala. Az Audible, igen. Igen, és hát ott hát egész sok fejezet fenn van a könyvből, amit maga Lackfi János olvas fel, és igazából számomra akkor vált igazán élvezetes, amikor őt hallottam, ahogy olvassa fel a saját könyvét, mert úgy érezni lehetett, hogy miken van a hangsúly, és miket akar kiemelni, és úgy sokkal jobban átjött ez a viccesség az egésznek, mint amikor csak úgy magamtól olvastam. Egyrészt amúgy azért kellett magamtól olvasni, mert nem volt minden fejezet fenn a hangos könyvben, másrészt az elején még ugye nem tudtam, hogy van-e hangos könyv. Úgyhogy szerintem érdemes azzal próbát tenni annak, aki mondjuk így olvasni a nyilvánszerűt. Tehát térjünk rá egy kicsit egy ilyen személyes vonalra. Én azt kérdezném tőletek, hogy nektek mit jelent magyarnak lenni, vagy mit jelent a magyarság? Hát igen, ugye ez a könyv tehát, arról szól magáról, arról, hogy mit jelent magyarnak lenni, és úgy próbálja bemutatni, hogy ilyen nagyon szűk jelenségek által fest ilyen nagyon globális képet. Így igazából jó ráismerni ezekre a dolgokra, és szerintem nagyjából mindenki megtalálhatja benne azt, hogy neki mit fog jelenteni, vagy neki mit jelent a magyarság. Külön tetszik, hogy az egész ugye a honfibú és a honfiderűvel indul, és szerintem ez így archetipikusan a két legkülönbözőbb, vagy hát a két ilyen legtisztább visszanyúlás az ország ügyei, vagy az ország felé, hogy így vagy egy ilyen nagyon nagy pesszimizmussal fordulsz felé, vagy pedig egy hurrá optimizmussal, és én úgy érzem, hogy inkább a pesszimizmus felé hajlok, és nekem, hát nehéz, mert nekem főleg ez nagyon szomorú kimondani, de nekem főleg rossz élményeim vannak a magyarságommal, vagy a magyarsággal kapcsolatban, és én nagyon sokszor éreztem azt, hogy innen nagyon gyorsan el kellene menni, mert hogy hát egész egyszerűen olyan emberek
és nem csak a vezetésben, hanem sok helyen olyan emberekkel találkozik az ember, akik így nagyon könnyen lehozzák, és elveszik az energiáját, de nyilvánvalóan azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csak magyar jellemző, hanem valószínűleg mindenhol vannak ilyen emberek. Viszont ami nekem még személyesen fontos a magyarsággal kapcsolatban, hogy én azért is nem mentem el innen, meg még amúgy nem tervezek sokáig elmenni, annak ellenére, hogy úgy tűnhet, hogy nagyon lemondó vagyok az országgal kapcsolatban, mert van egy ilyen nagyon erős kötődésem a gyökereimhez, úgy érzem, és ahhoz, hogy hát itt a családom, itt vannak a barátaim, a barátnőm, és igazából egy olyan kulturális közeg, ami engem stimulál, és amiben én a legjobban ki tudom fejezni a gondolataimat. Tehát, hogy én például csináltam egy videócsatornát, és nagyon sokáig úgy volt bennem az ötlet, hogy angolul fogok rajta beszélni, de végül mégiscsak magyarnál maradtam, mert úgy érzem, hogy sokkal jobban ki tudom fejezni magam ezen a nyelven, és talán ezért is csináljuk ezt a podcastet is, vagy nem tudom, hogy ti ezzel egyetértetek-e. Mindenesetre, igen, van egy ilyen tenni akarás is bennem a magyarság kapcsán, úgyhogy ezt akartam mondani. Ez nagyon szép volt, és köszönöm. Én majdnem esettem magam. Köszönöm. Igen, egyébként nagyon máshonnan indítottad a dolgot, mint ahogyan én szerettem volna, de ezt nagyon hasonló helyre fogunk kiukadni. Az a helyzet, hogy én inkább talán az optimistább kategóriába tartozom, de ez már így többször kitűnt így a felvételek során, hogy így van bennem egy ilyen virágzó naivitás, amiben így belelépnek így emberek így a realitásból. Szóval, hogy én inkább így pozitívan állok ehhez a dologhoz, és az a helyzet, hogy ezt igazából a gyakorlatba csak úgy lehet átvinni, hogy az ember így kizár dolgokat. És hogyha mondjuk így arról kérdezik, hogy így mit jelent neki a magyarság, akkor nekem egyből először így a kultúra jut eszembe, és ugye Alexa is ide lyukadták, és ezt szerintem tök szép, és ez egy olyan dolog szerintem, amiben tisztán lehet kapaszkodni, és nem tudom, tehát hogy mi mondjuk elmondhatjuk magunkról azt, hogy eredeti nyelven, az anyanyelvünkön olvastuk az ember tragédiáját, és ez szerintem egy tök nagy dolog, meg egy tök szép dolog, és még egy hosszan lehetne sorolni azokat az ilyen kulturális termékeket, amit így élvezhetünk, meg így a magyar nyelv szerintem egy nagyon értékes és szép dolog, illetve én azt gondolom, hogy így érdemes törekedni arra, hogy egy ilyen, hogyha nem is pozitív, vagy hogyha ez egy túl nagy elvárás, hogy pozitív, de legalább egy ilyen neutrális kapcsolatunk legyen így a magyarságunkkal, vagy így a hazánkkal, mert szerintem nehéz úgy élni, vagy nehéz úgy létezni, hogy így a gyökereinkhez hát ilyen negatív attitűdök fűznek. Bár egyébként tök érdekes, hogy így Alex, te is a gyökereket említetted meg, és hogy mintha ez így akkor így külön lenne véve, így az emberek így ebben az országban, és mondjuk így a barátok, barátnő, család, szóval te is így megfonsz egy ilyen pozitív gyökerekhez való viszonyulást. Uh-huh. Igen, abszolút, én is úgy érzem, hogy ez két különböző dolog, hogy valamennyire objektíven nem szeretek sok magyar jelenséget, de egyszerűen szubjektíven túlságosan erősek ezek a kötődés érzések. Ádám, én kíváncsi vagyok, hogy neked mit jelent a magyarság. Igazából nagyon konszenzus van így hármunk között abban, hogy így mit definálunk a magyarság alatt, vagy mit jelent magyarnak lenni. Nálam is ugye a kultúra, mint a magyar kultúra a legfontosabb ilyen gyűjtőfogalom ennek a tekintetében, de hát én nem a kultúrának nem a gasztronómia elemét emelném ki, mint egyes politikusaink, hanem azért vannak ezért ennek egy magasabb, nem tudom, lépcsőfoka, tehát hogy amikor kiállunk a kamerák elé, és a magyar kultúrára hivatkozunk, akkor annak valószínűleg nem a gasztronómia a legfontosabb értéke, hanem valószínűleg a magyar nyelv, ami miatt igazából a leginkább aggódok, mert nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy így a magyar nyelv az így hát veszít a jelentőségéből, veszít az értékéből, és szépen lassan angolosodik el, amit én is csinálok nagyon gyakran, és ez szomorúan érint. Ezt egy fontos dolognak tartom, hogy például a magyar nyelvet valahogy próbáljuk meg megőrizni, és a különböző ilyen kulturális termékeinket, például a magyar zenét, arról már beszéltünk ugye a bohémián kapcsán, hogy hogyan lehet átültetni ezt a modern környezetbe. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az értékeket lenne fontos így tudatosítani, és megtartani azokat a hagyományokat, amik hát így nem tudom, kiemelnek minket a körülöttünk lévő népek sűrűjéből, és valami egyediséget megtartani, és nem elmosódni a nagy globalizmusban. Tehát nekem valami ilyesmit jelentene ez a magyarság. Ez szép, szerintem. Igazából így mind hárman így valamennyire egy ilyen hasított választ adtunk, vagy nem is tudom, szóval így kiemeltünk valamit így
a magyarságból, és szerintem ez így amiatt is lehet, mert hogy így ahogyan a könyvben is, azt hiszem, hogy a könyv pont a Honfibú című fejezettel kezdődik, hogy így van egy ilyen alapvető pesszimizmus itt talán a magyarokban, vagy így a magyar kultúrában, vagy a magyar közhangulatban, és szerintem érdemes lenne ezzel indulni, vagy ezt boncolgatni, hogy vajon honnan ered ez az ilyen alapvető ilyen depresszív hangulat, vagy nem tudom, mondjuk Magyarország az ilyen panaszkodások országa, és mindig minden rossz, másnak mindig minden jól sikerül, nekünk soha semmi nem sikerül jól, tehát hogy honnan jönnek ezek a sémák szerintetek? Hát sok örömre nem volt az ok valószínűleg. Tehát ebből fakad. Tehát az a probléma, hogy minden megmozdulásunk, vagy minden történelmi esemény az valósult el többnyire. Tehát, hogy nagyon kevés olyan dolog van, amiket így győztesen ünnepelhetünk meg. Tehát elég csak megnézni a nemzeti ünnepeinket, hát mindegyik egy tragikus véget ért. Igaz, egyedül augusztus 20-a az, amit nemzeti ünnepnek tartunk, és akkor ott próbálunk valami pozitívat összehozni, de igazából annak, az is egy olyan mesterséges az egész. Tehát, hogy így igazából senki nem tudja beleélni magát, mindenki inkább a tűzijátékkal azonosítja, amit nagyon sok pénzt elköltenek rá Budapesten, és akkor igazából ennyi. Tehát az államalapítás ünnepe, tehát igazából ez egy annyira, nem tudom, egy megfoghatatlan dolog. Én értem én, hogy erről lehet nagy politikai műveket írni, meg bölcselkedni, de alapvetően az államalapítás is ugye tehát 1000 decemberre, vagy 1001 januárja, tehát hogy még csak nem is augusztus 20-a, értem, hogy ott a nagy boldogasszony ünnepe, meg a szenti avatás, meg nem tudom micsoda, és hogy azért kerül oda, de vagy így közben még, tehát így az látszik, hogy egy ilyen mesterségesen összerakott ünnep, és ezért abban nem tudjuk belélni magunkat, az egyetlen, ami pozitív. Igen, jól megfogalmaztad Ákos a kérdésben már, hogy milyen sémák, vagy hogy alakultak ezek a sémák, és hogy én is azt gondolom, hogy ezek ilyen gondolkodási sémák, amiket örökítünk át így generációról generációra, és mindenki rá tudja húzni éppen az aktuális saját dolgára, és hát ez szerintem is abból adódik, hogy egyszerűen a történelem során mindig azt tapasztaltuk, hogy valahogy le lett törve a szarvunk, vagy valahogy azt láttuk, hogy így nem volt túl sok értelme annak, hogy harcoltunk, és ugye ezzel nagyon szorosan összefügg egy pszichológiai jelenség, amit úgy hívnak, hogy tanult tehetetlenség, és ez már tényleg nagyon sok helyen előkerült így a magyarsága kapcsán, és hogy én is ezt érzem, hogy egyszerűen ez van velünk. Tehát ez a tanult tehetetlenség, ez azt jelenti, hogy azt hiszem úgy kutatták annó, hogy ilyen kutyákat beraktak ketrecbe, és úgy rázták meg őket, hogy eleinte volt egy előrejelzés arra, hogy így mikor jön a rázás. És ilyenkor a kutya nyilvánvalóan, mivel azonosította a jelet az ingerrel, tehát a negatív ingerrel a sokkolással, így el tudott menekülni előre, átugrott a másik ketrecbe. Azonban később elkezdték úgy adagolni ezeket a negatív eseményeket, ezeket a rázásokat, hogy már nem jelezték őket előre, és utána a kutya annyira hozzászokott ahhoz, hogy így egyszerűen nincs kontrollja a helyzete felett, hogy később visszahozták a jelet, és így mutatták neki, hogy na most kéne átmenni a másikba, de a kutya le se szarta, és inkább ott maradt abba a ketrecbe, amit szétráznak, és úgy volt vele, hogy basszus, én megpróbáltam eddig, nem sikerült elmenekülnem előle, most akkor most itt ragadok, és hogy valahogy a magyarsággal is ez van, hogy így mindig érzem, itt hiába próbálunk valamit cselekedni, mindig érzem mögötte ezt az elemi érzést, hogy így igazából tök mindegy lesz, hogy így mit csinálunk, mert majd úgyis valaki olyanhoz kerül mondjuk a hatalom, vagy valaki olyan fog felénk kerülni, aki majd nem tudom, vagy csak rossz lesz nekünk, vagy csak egyszerűen majd az szerint lesz, ahogy ő akarja. Tehát, hogy nincs meg a magyar polgáriságban az az érzés, hogy én vagyok felelős a dolgaimért, és szerintem ezért nagyon nehéz például Magyarországon a civilségnek a normáját kialakítani. Mert úgyis mindig az volt, hogy így hiába próbáltál nagyon civil lenni, valaki majd ott fent aláírt valami papírt, és akkor megtörtént a kiegyezés, meg ilyenek. Érted? Szóval... Igen, szerintem ez nagyon fontos, hogy ugye itt a kutyákban is az okozta a problémát, hogy így betonozódott a fejükbe egy olyan séma, hogy így nincs kontrolljuk az eseményekre. És az tényleg a történelmünkben nagyon sok olyan helyzetben voltunk, ahol így a nagyhatalmi értekeknek voltunk kiszolgáltatva, és valóban nem volt kontroll az eseményekre, vagy hogy legalábbis nagyon kevés. És
Hát így talán az a legnagyobb baj ezzel, hogy azért a nagyon sok séma így saját magát gerjeszti, vagy így saját magát okozza. Ezt így úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk én így azt mondom, hogy én nem vagyok jó semmiben, vagy hogy én soha semmit nem tudok elsőre megcsinálni, akkor az például egy vizsgahelyzetben az hathat rám úgy, hogy nem aktivizálom magam úgy, mert úgy is tudom, hogy ez nem fog sikerülni. És lehet, hogy ennek egy része azért nem sikerül, mert hogy van egy olyan általános vélekedésem, hogy nekem ez nem is sikerülhet. És hogy, hát igen, csak hogy itt az a helyzet, hogy mondjuk ez egy kerék, mint mondjuk a Trónok harcában, vagy mint akár a Szidhártában, említsük meg a Szidhártát, mindegy, egy szabadpolcban kampányt folytatom. Szóval ez egy ilyen nagy kerék, és az a baj, hogy ez ilyen évez, vagyis egy ilyen évszázados kerék, amit azért nagyon nehéz megtörni. És én ez tényleg nagyon, nagyon fájó nekem, hogy itt ilyen nagy történelmi sémák ilyen egészen alacsony szintekre is eljutottak. Tehát, hogy a civilség, ahol pedig szerintem így lehetne így tenni valamit, vagy lehetne így változtatni, ott is ugyanezek a sémák tombolnak. És Lackinak van egy nagyon jó megfigyelése, vagy nagyon jó mondata, hogy a magyarság 70%-a panaszkodó, 20%-a lázadó, és 10%-a cselekvő. És ez szépen leírja szerintem így hát a kialakult helyzetet, de jelzem, hogy én abszolút a panaszkodóknak a 70%-ába tartozom, szóval nehogy valaki azt gondolja, hogy egy piedesztáról beszélek. De amúgy ebben nem is gondoltam rá, hogy ezek tényleg a nagy történelmi vereségek, meg forradalmaknak a bukásai milyen mikroszintre leszivárogtak. Tehát hogy így egyből berém lett egy olyan sztori, amikor volt az egyetemen egy vizsga, ami ilyen botrányosan nagy bukási arányjal volt, tehát 97% bukott meg a vizsgán, és így mindenki föl volt háborodva, hogy ez így mi a fasz volt. Mert hogy azért nyilvánvalóan nem az, tehát ez így lehetetlen, hogy 97%-nyi ember nem tanulta meg kettesre az anyagot, tehát azért ez valószínűleg nem reális. És akkor így mindenki föl volt háborodva, meg döntögettük az asztalt, meg bizony, hogy írogattuk a levelet, meg hogy a hök csináljon valamit, hogy valaki más csináljon valamit, ez is egy fontos dolog. De és ugye a vége az lett, hogy volt egy vizsgálat, kivizsgálták, hogy ők nem találják a problémát, hogy mi lehetett, és ennyi volt az egész. És hogy ez amúgy szerintem elképzelhetetlen mondjuk nyugati egyetemeken, hogy Amerikában, vagy Kanadában, vagy bárhol, hiszen ott például most kirúgtak egy tanárt, aki valami olyasmit mondott, hogy nem tudja, hogy kéne a feketéknek külön kedvezményeket adni arra tekintettel, hogy most vannak ezek a lázadások, és csak megkérdezte, hogy ezt hogy kéne kivitelezni. És azért már így fejét vették a tanárnak, és ilyen nagyon fura dolgok történnek, hogy ott így az embereknek van nyomásgyakorlás, és annak vannak következményei. Magyarországon már a nyomásgyakorlás is így nem tudom, már így hambába hol. Igen, nekem is eszembe jut egy ilyen egyetemi amerikai történet, vagy lehet, hogy kanadai, hogy nem is tudom, mert az volt, hogy a csávó nem akarta a valamelyik, tudod, mert lehet így választani, hogy milyen pronounnal élessenek, hogy he, she, vagy they, és ugye ez nálunk mondjuk nem annyira jön ki, mert ő igazából minden esetben, de hogy azt hiszem, she, azt akarta a fiú, hogy she-nek hívják, vagy a lány, hogy he-nek, vagy they-nek, és akkor a tanár mondta, hogy hát ő egyszerűen nem tud ez akklimatizálódni, mert egyszerűen ő hozzászokott, hogy a női tagokra sít, aztán a férfiakra hít, és hogy bocsásson meg, de lehet, hogy ez nem fog sikerülni neki minden előadáson. Hát felnyomta a tanárt, és ki is rúgták az állásából, hogy ő nem toleráns. Tehát igen, tehát ott így olyan szintű nyomásgyakorlás adódik, és ott meg én meg úgy érzem, hogy ott meg ebből van. Szóval, a túlműködés mind a két van, mint a túlműködés van, itt meg alulműködés. Igen, mind a két minta amúgy végletekhez vezet, vagy diszfunkciókhoz, de hát nyilván nekünk ez egy közelebbi élményünk, hogy nem tudunk hatással lenni. Szerintem talán mindenkinek az egyetem életében volt már ilyen érzés, ilyen élménye, hogy valami igazságtalanság ér, és akkor rögtön ezek a mechanizmusok életbe lépnek, hogy így, hát írjunk az izének, hát igazából nem tök mindegy, úgyis úgy se fogják elfogadni. Nekünk is volt egyszer ilyen, hogy valami azt történt, hogy az egész évfolyamnak rosszul írtak be egy vizsgaalkalmat, és ez nem egy vizsgaalkalom volt, hanem arra nem kellett elmennünk, csak egy adminisztrációs szinten kell bejelentkezni, mégis mindenki kapott, nem tudom, 3000 forint büntetést, mert hogy nem jelentünk meg a vizsgán, mert hát a tanár véletlenül nem jelölte ezt be. És ez egy tök egyszerű, orvoslandó dolog, de voltak pár ember, aki nem tudom, így egy hónapig ment a húzavon, hogy mit csináljunk, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor szerintem ezt csináljuk, és volt pár ember, aki már odaért, hogy hát én már befizettem azt a 3000-et. De mire? Hát, hogy konkrétan, tehát, ne, nem, tehát hogy nem volt értelme, érted, mert hogy az
az egy teljesen jogtalan büntetés volt, vagy hogy is mondjam. Úgyhogy, és ilyen nagyon furcsa, hogy ennyire könnyen beletörődünk ebbe. Ti tudtátok, hogy voltak olyan cégek, amik abból éltek, hogy random sárga csekeket küldtek ki? És az emberek pedig befizették? Igen, tehát egyrészt ugye el lehetett játszani a cégeknél, ahol tudod, egy csomó kiadás van, ilyen pár ezer forintok, és akkor ezt így befizették, így lesöpörték az asztalról, és hogy egy csomó ilyen, nem tudom, nyugdíjas, vagy ilyen nagyon törvénytisztelő állampolgár is bedölt ennek, hogy így kijött a csekk, és be kell fizetni, és így meg se nézed, hogy így, ez most így miért van, vagy hogy így ilyesmi, hanem így megtörténik veled a dolog. Én azt nem értem amúgy, hogy a másik oldalon hogy történik ez az azonosulás. Tehát hogy értem, hogy mi megtanultuk ezeket a mintákat, és hogy ja, semmi nem sikerül, ezért már negatívan is állunk a dologhoz. De a másik oldalon, tehát a döntéshozók oldalán, itt mondjuk a tanárok esetén, ők viszont tökéletesen tudnak azonosulni ezzel a szereppel. Hogy hát úgyis le tudjuk söpörni, nem? Tehát hogy közben olyan, mint hogyha ők meg ezt az uralkodói réteget, vagy nem is tudom, az általános hatalmat, nem tudom, gyakorolnák tovább, ezt a mintát vették volna át, és így őket így ez nem érinti, hogy így nem veszik észre, hogy mi történik itt. Lehet, ez a mintázat két oldalú, és van egy ilyen mintázat is, hogy amikor hatalomhoz jut a magyar ember, akkor aktiválódnak ezek a sémák. Szerintem rohadtul van egy ilyen. Szerintem ott a klasszikus mondat, hogy így hát tüntetnek, és majd hazamennek. Hogy majd megunják, és hazamennek. És ez szerintem így jól tükrözi a másik oldalt, bár nekem van egy pozitív történetem, velünk is hát így az egyik egyetemi kurzuson nagyon sok viszontagság ért minket, és az egyik csoporttársam így ezt megelégelte, és összeírta a problémáját így a képzési rendszerrel egy ilyen Google Docs-iba, és mondta, hogy akkor ezt így írjuk alá, és így küldjük be a tanszékvezetőnek. Ez így vizsgaidőszak előtt történt, hát így meglehetősen nagy vita volt belőle, hogy most így, hát akarunk-e magunknak rosszat, vagy sem, és tehát, hogy így előjöttek az ilyen igazán magyaros gondolkodásmenetek, igazából így a Kádár rendszer kontra polgárság harcolt így a kommentmezőkben, de hogy így végül így az történt, hogy nem lett így ez így aláírva így a dokumentum, így a csoport részéről, hanem aki így magáinak érezte az ügyet, az így képviselhette, és végül a tanszékvezető szervezett egy beszélgetést, ahol így akármelyik hallgató eljöhetett, és elhívta a tanárokat is, és így hát szerintem egy ilyen több mint másfél órás beszélgetés lett belőle így a képzési rendszerről, meg hogy szerintem ennek így volt pozitív hatása. Szóval így vannak kivételek. Ez volt hatása, biztos? Hát így a jövő évi generációra lehet már szerintem. De most megint az van, hogy kivirágzik belőlem a naivitás, és rá akarsz. Igen, mert azért akartam leütni, mert amúgy emlékszem, hogy még középiskolában nálunk is volt ugyanilyen beszélgetés, de én már akkor éreztem azt, hogy ez csak ilyen feszültséglevezetés. Itt arra van, hogy ez az ilyen, most itt egy szelep, és akkor most mindenki így kipanaszkodhatja magát, és nem változtatunk semmit. Rendben, én a következő adásra meg, de utána járok, hogy így milyen az utánunk járó évfolyamoknak a sorsa, és akkor beszámolok majd, hogy volt. Tényleg, így középiskolában én nekem egy, hát most nem akarok hazudni, 3 órás beszélgetés volt az igazgatóval a problémákról, és semmi nem változott utána. és így nem is értetem, akkor most minek húzzuk egymás idejét, mert hogy most tényleg így jóként lenyugodtam, akkor most így örül. De ez tök szép egyébként, amiről beszélünk, hogy ilyen oktatás élményekről beszélünk, és hogy ez már ott belénk kódolódik. Tehát nem csoda, hogy így működünk felnőttként, hogyha így folyamatosan ebbe a mintázatba rögzülünk bele. Igen, lehet, hogy nem is az oktatási rendszer a legnagyobb probléma, hanem ez a kollektív mint, amit viszünk magunkkal. Igen, és az a szomorú, hogy én mindig arra gondoltam, hogy nem tudom, például van a noirnak az a refje, tudjátok, amikor az is egész iskola így... Ja, igen. És én emlékszem, amikor az megjelent, én így kicsordult a könnyem, hogy ez az, végre egy generáció, ami így passzus, ezt így meg fogja akadályozni. Így vége lesz. Nem tudom, tehát, hogy egy új mintázat fog jönni, és hát akkor így bejött a momentum, és így éreztem, hogy baszd meg, ugyanaz meg fog történni. Valamiért én úgy érzem, hogy nem lehet. Én nagyon pesszimista vagyok a jövő pártjaival kapcsolatban, nyilván nem akarom túlzottan aktuál politikai irányába elvinni, de én úgy hiszem, hogy egyszerűen annyira ütőképes ez a rendszer, ami nem maga a politikai rendszer, mert nyilván akár milyen lehet a politikai meg gazdasági klíma, de maga a mémek szintjén
hogy hogyan kell uralkodni a magyaron, hogy egyszerűen szerintem ebből nem lesz kiút. Én most már így Én csak, hogy az optimista vetületet is megpendítsem a dolognak. Emlékszem, hogy még együtt lelkesedtünk ez iránt a szám iránt, hogy az viszont egy tök jó dolog, hogy így nagyon sok ilyen pedagógus, meg diák tüntetés volt így az elmúlt évtizedben mondjuk, már így lehet ezt mondani, és, uh-huh. és hogy mondjuk ez a szám, ez így jelentheti azt, hogy így annyi ilyen apró tüntetés volt, amiből aztán persze nem lett semmi, meg itt elnyomták, tehát nem hoztak eredményt, hogy már elkészült egy olyan számban, már így meg lehet fogalmazni azt, hogy pontosan mit akarunk. Lehet, hogy ez nem egy győztes találat, de hogy ez már szerintem egy tök jó ütőkártya, hogy aki mondjuk így most nő fel, ő már így pontosan tudja, hogy mi a probléma. Tehát ez már így mémek szintjén így a bennünk van, úgyhogy én bizakodó vagyok egyébként. Kicsit ezzel is szkeptikus vagyok megint, mert ugyanúgy meg volt ez a politika szintjén, és akkor az új pontok, amikor meg volt ez az 5 pont, amit be kell olvasni a médiában, de hogy igazából az is ilyen látszat. Tehát hogy én szerintem még most se tudjuk. Tehát hogy szerintem nem láttunk elég szisztematikusan rá a problémákra. Lehet, hogy mondjuk ezeken a, nem tudom, most konkrét az oktatás szintjén detektálhatók a problémák, de hát basszus igazából, én nagyon pesszimista, rájöttem, hogy én pesszimista vagyok, de most is olyan hírek vannak, nem tudom, ez a szerencsétlen vasalódeszkás tanár, meg ilyenek, így hát igen. Értem, hogy ezek ilyen kis hírek, meg morzsák, de hogy basszus, egyszerűen folyamatosan úgy érzem, hogy törik le a szarvainkat mindennel, hogy itt már basszik, nem lehet egy jó hangulatú órát levezetni, tehát hogy mit lesz a diákjaimnak a vasalódeszkával, és így hát, na jó, hát ezt kérem. Igen, mert hogyha az iskola őrség ott fog állni az ajtóban, akkor még kevésbé mersz majd viccelődni. Ja, hát igen, az is rá fog emelni erre az oldott hangulatra, és tökre úgy van ez most így ábrázolva, meg hogy így, ahogyan erről beszéltél, és úgy tűnik fel, mintha ez egy ilyen ellenség, tehát mintha két ellenség lenne ez a kettő, holott így úgy kellene működnie, hogy ez így együtt van kéz a kézben, és hogy együtt örülünk egymásnak, és így valaki így egyszer így megcsinál egy viccet, és így kirúgják, kész, ennyi volt. Ja. Szóval ez így nem a legjobb felállás. Tehát, hogy alapból van egy, lehet, hogy ez is egy ilyen picit magyar sajátosság, bár erről majd fogunk beszélni, hogy mi magyar sajátosság, és mit gondolunk csak mi magyar sajátosságnak, hogy így a rendszer, és köztünk folyamatosan van egy ellentét, amit a rendszert ki kell játszani, a rendszert le kell győzni, csak így legalább csak érezzem jól magam ebben a rendszerben, még csak ennyit kérek, hogy így hadd nevessek egyet őszintén, és nem lehet. Én azon gondolkodtam, hogy az mennyire magyaros sajátosság, amit itt most általában Alexszal szoktunk képviselni, ez az ilyen cinikus pesszizmus. Én amúgy szerintem ez kifejezetten az, én meg akartam nyitni ebbe az irányba a dolgot, hogy ez amúgy mennyire megnehezíti például a tüntetések szervezését, és meg még egyszer mondom, hogy én abszolút a panaszkodó, tehát én is a Fotel Forrad Arnár karakter vagyok, de hogy nagyon nehéz lehet annak a 10% cselekvőnek úgy cselekedni, hogy így van 70%, aki már előre elmondja, hogy ebből nem lesz semmi, és hogy úgy, hogy így ahhoz, hogy ebből legyen valami, annak a 70%-nak legalább a felének cselekvőnek kéne lennie. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy ez valójában így gúzsba köti az egész cselekvőkészséget, és hogy közben pedig a 70%-nak ad egy ilyen hamis dicsfényt, hogy ők érted, hogy ők már tudták, ők már akkor tudták az elején, és hogy így hogy ez így nem ér túl sokat. Szóval hogy az, hogy ők megmondták, vagy hogy mi már előre megmondtuk, hogy ez kamu, akkor az nem annyira jó. Hát ja, én persze itt nem akarok ilyen piedesztára emelni magam. Ja, nem, én se azért mondtam, csak hogy... Én úgy érzem, hogy amúgy én benne vagyok, tehát én tuti benne vagyok ebbe a mechanizmusba, ebbe a sémába, ami így növeli azt, hogy miért nincs cselekvőképesség, mert ez is, végül is ez is ugyanez, hogy így érted, mi megmondjuk, hogy mi látjuk jól, hogy ebből nem lesz semmi, de ugyanakkor ez pont ugyanez, hogy ez a tanult tehetetlenség. Csak mi úgy tanultuk, tehát érted, mi racionálisan megtanultuk a tehetetlenséget, hogy mondjam ezt, tehát hogy reflektálni tudunk a tanulásunkra, de hát ez ugyanaz. Igen, én amúgy még itt arra gondolok, de lehet, hogy ez az én motivációm, hogy itt senki sem szeret a vesztesek közt lenni, és hogy mondjuk a tüntetések szerintem ilyen 99%-ban, így nem csak Magyarországon, hanem a világon így egy ilyen elbukott dolgot jelentenek, így abban a pillanatban, és majd csak így sok-sok tüntetés összeadódva ér el valamit, és hogy így ez így benne lehet a például az én részemről, hogy én nem akarok úgy mondjuk kimenni, hogy aztán így arról beszéljenek mások, hogy
hát így voltak ezek, akik kimentek, és mit értek el vele, és hogy érted, hogy így rajta maradjon egy ilyen szégyen, hogy hát igen, én felültem erre a dologra. Én benne nem ez szokott lenni, hanem inkább az, hogy így úgy érzem, hogy így, hogy így általában megrabolják ezeket az embereket. Tehát, hogy így van valami ügy, ami miatt egy csomó ember kimegy, és akkor hirtelen valaki fölmegy a színpadra, akinek amúgy nincs semmi keresni valója ott, és így elrabolja az egész ügyet egy pillanat alatt. És már te már az ő politikai, nem tudom, hasznát támogatod azzal, hogy te ott vagy, és igazából így át lettél baszva. Igen, ezzel én nagyon gondolom. És úgy van, hogy inkább akkor azt mondod, nem megyek ki ma, hogy egyrészt nincs értelme, mert nem ér semmit az egész, másrészt nem akarod, hogy leraboljanak ilyen szinten. Hát ja, én ezzel együtt rezgek. De akkor minek van értelme? Nem van tudom. Igen, mert ja, igen, én engem igazából inspirálnak azok az ilyen értelmiségi karakterek, akikre így nem tudom, követem őket, meg felnézek rájuk, és így látom, hogy ők így ott vannak, ha már én nem legalább ők. Szóval, ha érted, hogy ha így ők így kibírják ezt, akkor nekem is ki kellene bírnom. Meg hogy igazából így nem dől össze a világ, hogyha az ember kimegy, gondolom. És mondjuk még akkor se, hogyha megrabolják. De ezt úgy mondom, hogy én nem megyek ki, szóval, hogy így, lehet, hogy nem lenne rossz. Mondjuk azon is sok múlik szerintem, hogy ki rabolja le, úgymond ezt, mert hogy nyilván akkor érezzük lerablásnak, ha nem szimpatikus a dolog, de hogyha van egy olyan ügy, ami mellett tisztán ki tudsz állni, és olyan emberek képviselik, akiket tisztán tudsz támogatni, akkor lehet, hogy ez egy ilyen nem is tudom, jó élmény lehet. Ja, én mondjuk, igen. Most így, ha konkrétan kell, én hát nyilván nagyon együtt voltam a sétáló Budapest érzésével, bár nem mentem ki oda sem, ami ez is nagyon szomorú, de hogy ott például el tudtam volna képzelni, hogy basszus, Puzsér lerobolhat, tehát, hogy így, nem tudom, de mégsem mentem ki, úgyhogy ez egy furi dolog, hogy miért nem. Érted, hogy olyanra gondolok, hogy mondjuk van a civil összefogásért mondjuk a tüntetés, vagy mondjuk a zöld környezetért van egy tüntetés, vagy nem tudom, az erőszak ellen van egy tüntetés, vagy nem tudom, a török beavatkozás ellen van tüntetés, és akkor így, ha civilek felszólalnak, meg ilyen különböző szervezeteknek a képviselői, azzal így nincsen probléma, szóval akkor így hirtelen feltűnik valami pártember, és így föláll a színpadra, és így próbálja magának így magáévá tenni a tömeget, hogy így, mint hogy itt most ez egy ilyen kampányrendezvény lenne, ahol így szavazókat lehet nyerni, na az viszont nagyon nem oké. De mondjuk egy olyanra kimennél, ahol garantálva van, hogy egy ilyen nem fog oda kerülni? Ha szimpatikus, vagy egy olyan érték mellett van kiállás, és ez valahogy garantálva van, hogy csak mondjuk elfogulatlan értelmiségi emberek szólalnak föl, akkor igen, kimenni. Mm. Igen, mert egyébként sok helyre van beleírva az, hogy nem lehet hozni pártzászlót, és aztán nem tudom, hogy az ilyen felszólalókat így kiszabályozza, de egyébként ezt én is nagyon együtt rezgek ezzel, mert hogy így, hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon kevés azon politikai karakterek száma, akik mellett így 100%-ban ki tudnék állni, és nem érezném lerablásnak magam, és hogy ez már így emelne így ennek a fényén, hogy így csak civilek szólalnak fel. De ez is azért egy kicsit szomorú, hogy így olyan a magyar politikai paletta, hogy így senki mellé nem szívesen állnék oda így az arcommal 100%-ban. Zárjuk le ezzel ezt a vokot, hogy mondjuk egy Laszki János által szervezett zöld környezetér és a műanyagmentesség ellen történő felvonulásra kimennék. Határozottan. Amen. Igen. Oké. Jó, akkor menjünk tovább. Azt hiszem a következő témánk, ha már meg is lett pendítve ez hogy a rendszer ellen mi a magyarnak mégis az egyetlen eszköze, hát ez az ügyeskedés. Szerintem ez Lacinak is egy jó megfejtése. Nem tudom, Ádám esetleg bevezetem. Igen, mert nekem ugye ez volt az egyik ilyen kedvenc fejezetem, és hát szerintem ebből fel is olvasnék egy részletet, mert ugye ez azzal a címmel van a könyvben, hogy a betyár virtus, és azt írja, ha magyar embert megkérdezik, hány kilométerre van a szomszéd falu, azt feleli, légvonalban 20 kilométer. De ő amúgy tud egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Tehát, hogy igazából erről van szó, hogy egyszerűen a magyar embernek mindenre van egy harmadik megoldása. Tehát, hogy így egyszerűen nincs olyan helyzet, amire ne lehetne valami ügyeskedéssel reagálni. És ez szerintem nagyon-nagyon magyaros dolog, vagy nem tudom, ezt szerintem így még így külföldiek is meg szokták egyezni.
Igen, én is folyamatosan találkozom ilyenekkel. Engem múltkor nagyon vicces volt, felhívott egy ismerősünk, vagy egy apukámnak egy ilyen gyerekkori barátja, de kifejezetten engem keresett, és nem is értettem, hogy vajon miért, és így mondta, hogy hát látta ezeket a Minecraftos videókat, és hogy a fia most pont Minecraftozik, és akkor hát mondjam már gyorsan, hogy én melyik videóvágó programot használom, mert látta, hogy vannak ezek az interneten ezek a dolgaim, és hogy akkor hát ő megcsinálná szívesen ezt a Minecraft csatornát a fiának, és így ugyanez az ügyeskedés, hogy érted, csak így elmész a nappaliban, és látod, hogy a fiad Minecraftozik, és így basszus, nem ebből keresed valaki nagyon sok pénzt a YouTube-on? Csináljuk meg mi is, és így nagyon vicces, hogy bárhol, tényleg a legképtelen fején is felmerül ez az ügyeskedés. Igen, én abszolút tudok ezzel rezegni, és az a baj, idézőjelesen, ki tudja mennyire baj ez, hogy bennem nagyon nagy a hajlam erre az egészre. Így, ahogy a Vizsga című filmről is beszéltünk, én ott abszolút a Schwindler karakter lennék, és valószínűleg így édesapám világából jön ez, aki hát így az építőiparban dolgozik már hosszú-hosszú évek óta, és hát ott, ami megy, az valami egészen elképesztő. Valószínűleg itt is ez van, hogy egy ilyen ellenségkép van így a fejünk fölött, vagy így a rendszerben, és hogy mintha így csak úgy nyerhetnénk, vagy csak úgy érvényesülhetnénk, hogyha egy kiskaput választunk. Tehát az biztos, hogy a becsületes út és a kemény munka az nem fog kifizetődni, mert ez nem az az ország. Tehát, hogy ahhoz így nyugatabbra kellett volna születni, vagy a skandináv országokba, nekünk így ez jár, nekünk így valahogy maszekba kell ezt megoldani. Hát a kiskapu kifejezésre Ádámnak szerintem van egy... Hát igen, ugye ez alapvetően a kapuadóból ered ez a szó, tehát hogy ugye az kellett még a középkorban megadóztatni, ami... ugye átfért a kapu alatt a szekér, és utána elkezdtek olyan kapukat csinálni, ami nem fért át a szekér, és akkor azért nem kellett adófizetni, vagy valami ilyesmi ennek az egésznek az eredete. És azon gondolkodom, hogy basszus, ez milyen régi minta. Pedig bennem sokáig úgy élt ez a kép, hogy ez a kádárkornak az öröksége. Nem lehetett más, hogy lázadni a rendszer ellen, hogy így, hát jó, ha már szar, akkor legalább én ebből fogom felépíteni a hétvégi nyaralómat, és akkor mindenki megcsinálta. Csak így igazából az a helyzet, hogy így azt gondolnád, hogy így. Hogy oké, ez így véget ért, meg jött a rendszerváltás, és akkor így piacgazdaság, meg minden, és hogy így akkor a vállalkozásokat nem lopott le. Egy nagy lopaszt nem. Ugyanaz folytatódott tovább. Sőt, annyira folytatódik az a dolog, hogy amikor az ember már vállalkozói pozícióban van, még akkor is csinálja, vagy hogyha egy országot vezet. Igen, de hát szerintem amúgy ez a kádár dolog, szerintem Mátyás is egy kádár, szóval igazából nem nagyon esik messze a kettő egymástól. Valahogy mindig kiválasztottak ezek az uralkodók, és ezekhez nyilván tartoztak ilyen magatartásformák, és megint csak itt tartunk. Hát jó, és szép dolog még egyébként a könyvben, nekem az a példa tetszett, ami ide kötődik, a csónakos, hogy ugye a magyar ember az így, tehát hogyha még vállalkozó is vagy, akkor is használod a kiskapukat, meg igazából kihasználod akár a dolgozóidat is, mert hogy valahogy nem tudom, nincs meg ez a jó indulati szolidaritás így egymás felé, hanem a saját magunk ügyeskedése mindig fontosabb, és az volt azt hiszem a sztoriban, hogy átvitték átcsónakáztak a part, az egyik part a másikig, és vissza kell vinni a csónakot, de így megkérdezte az ember, hogy tehát mi van, hogyha a másik nem viszi vissza a csónakot, és hogy igazából ezt így a finn ember ott nem is értette, hogy mi. Miért ne vinnéd vissza? És hát nyilván, mert spórolsz az energiáddal, vagy nem tudom, ügyeskedsz. Ja. Igen, de alapvetően a magyar ember arra számít, hogy a másik nem fogja visszavinni, mert ő ismeri a többieket, mert hogy ő már annyiszor volt átejtve, hogy így neki ez így teljesen evidens, hogy ezt valaki meg fogja csinálni. Tehát nincs ez a társadalomba vezet bizalom. Tehát itt az ember, a magyar ember nem bízik a másikban. Igen, szerintem ez itt a fő kulcs, hogy így nincs meg a bizalom, és hogy szerintem egy csomó projekt amúgy így csúszik el, mert hogy én még így az ilyen szelektív hulladékgyűjtés jutott eszembe, hogy egyrészt én is eldobom a csikket, mert hát mennyi csik van itt eldobva. Miért nem raknak közelebb egy kukát? Illetve nem tudom, hogy ti hallottátok-e azokat a legendákat, hogy így azért nem érdemes szelektív hulladékot gyűjteni, mert hogy a kukások így összeöntik a sima hulladékkal. Igen. Tehát, hogy ami szintén megint az, hogy így igazából csak így bízni kellene a másikban. Illetve még ami így Lackvitól nagyon tetszett, és szerintem ez így nagyon nagy százalékban azonosulnak a magyar emberek, hogy így magyar ember bármikor külföldön elhajt egy becsületkassza mellett, akkor így összeszalad így az izzadság a tenyerén, hogy egy húha. Ezt így Magyarországon biztos nem lehetne megcsinálni. És igen, ez a bizalom, ez valahogy nincs meg, sajnos.
Igen. A Mérő Lászlónak is van azt hiszem a pénz evolúciában ilyen sora, hogy a bizalom egy óriási gazdasági érték, de hogy így Magyarországon ez nem annyira működik, és hogy emiatt az szerintem valahogy le is van vezetve, hogy ez összefügg azzal, hogy a mi munkaerőnk miért ér kevesebbet, mert egyszerűen egy bizalmatlanabb légkörből származunk, és ugye a bizalom az tényleg gazdaságilag is lenyomatot képvisel. Úgyhogy ez tényleg elég para. Mennyivel jobb egy olyan közegben lenne, ahol az ember így bízhat a másikban. Én emlékszem, hogy általános iskolában az nem egy olyan közeg volt, ahol az ember bízhatott a másikban, tehát hogy ott hagytad a cuccodat, akkor így 5 percen belül eltűnt. Ez garantált volt. Tehát, hogy ott hagytad mondjuk az előző órán mondjuk a pulcsidat egy tanteremben, és visszapróbáltál menni, érte, akkor az már így lehetetlen volt, tehát így nem volt ott. Míg középiskolában így volt egy olyan bizalmi közeg, hogy így az, hogy bárhol hagyhatod a cuccodat, az úgy nem került onnan ellopásra. És így, én ezt így feldolgozhatatlan volt nekem. Tehát ez így nekem feldolgozhatatlan volt. Mindaddig, amíg egyszerűen nem tűnt a pulcsim, és utána megint összeomlott bennem a bizalom. Igen, amúgy ezt én egyetemen vettem észre jobban, nálunk az egyetemi kampusz, hát ez egy kis épület ott az Oktogon közelében, viszonylag sokan külföldiek, és egy csomó külföldit így látok, hogy így simán ott hagyja a cuccát, és mondjuk így elmegy 2 emelettel feljebb, és majd így visszatér mondjuk a nem tudom, az egyik folyosónak a székén, és én egy kicsit ilyen mindig így valamilyen, persze tudom, hogy itt talán meg hát kapuk vannak, tehát ilyen mágnes kapuk, meg mit tudom én, úgyhogy biztos nem tűnik el, de valahogy mégis ott az érdés, hogy basszus, én azért magammal vittem. Igen, ugye egy magyaros dolog amúgy, összeszűkül hát az embernek a gyomrástől, de Dákos, azt tudom, hogy ő valami irreálisan nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Én nagyon, nagyon durván nem, de hogy így, tehát hogy én az egyetemen belül így a laptopomat így felnyitva simán ott hagytam ilyen 2-3 órára. Úgy, hogy így kimentem az épületből, ettem valahol, és visszamentem. Így könyvtárakban is, meg a táskámat így, erre már nagyon sokszor rám szóltak, úgyhogy ezt most már nem csinálom, hogy így mondjuk bemegyek egy ilyen mostóba, mondjuk egy ilyen állomáson, és csak így lerakom egy padra a táskámat, bemegyek, és aztán így kijövök, és felveszem. És még sosem tűnt el semmi, úgyhogy lehet, hogy csak így nyitnunk kéne egymás felé, és akkor így ez így jó lenne, de elképzelhetetlen. Igen, de a hányan nekem már bejósolták azt, hogy az életemet így fogják szétlopni, úgyhogy lehet, hogy így majd történik egy ilyen vonal az életemben, hogy így nem tudom, 25 éves koromtól így mindenemet elcsorják majd, és akkor én is megtanulom, hogy kell élni ebben az országban. Tehát én annyira nem bízok az emberekben, hogy így konkrétan én a múltkor a biciklimmel így lenhagytam egy ilyen szikla alján, és egy ilyen csiga lépcső vezet fel a sziklára. És a szikla tetején így söröztünk, és így len volt a bicikli, és mondtam, így, körülbelül nem telt el szerintem így fél perc, és mondtam, én fel kell hozzam, ezt nem bírom idegileg. Tehát, bármely pillanatban elhopatja, tehát így ezt még nem vállalom. De úgyhogy körülbelül tényleg így ilyen 5 méterre volt az a bicikli. Igen, nekem úgy egy mosdós élmény, nekem én nem tudnám, tehát hogy így, ha így szét van pakolva már minden cuccom ott az asztalon, mondjuk egy folyosón, és így enyém az a hely, és tényleg így szét van dobva a kabátom, mindenem tél van, én akkor is, hogyha így csak 2 percre kell kimennem a vécére, én akkor is összepakolok mindent becsapok a vonom alá, és úgy megyek be, mert egyszerűen nem bírom ott hagyni, kivéve, hogyha nyilván ott egy ismerősem, akit meg tudok bízni, hogy figyelje. Nem bízom én sem. Ó, Isten, ez a másik, hogy így amúgy egyetemi könyvtárban így rendszeresen szokott így az lenni, hogy így ugye 4-es asztalok vannak gyakran összetolva, és amikor így a másik elmegy így ebéden, akkor így odaszól, hogy egy tök random embernek, tehát igaz, nem tudom, hogy miért bízik benne, de hogy figyelj, tudnál vigyázni a cuccaimra? Tehát, hogy így, igen, és egy tök random ember, de hogy már egyből bizalmasabb a helyzet, hogyha megszólítottad, mert akkor már nem lopja el. Nem igen, van egy. Emlékszem egyszer, hogy ugyanígy én próbáltam valakinek szólni, és ugye az egy külföldi volt, és akkor így utána elmondtam angolul is, mert ugye nyilván magyarra nem reagált, és így utána is én értetlenül nézett, hogy így most ez így miért fontos? Tehát, hogy így amúgy nem fogja ellopni, meg így miért lopnál más? Hát ja, mondjuk nem tudom, hogy akkor gondolom, hogy ti mondjuk ilyen vonatút van, és most óvantek, akkor is mindent visztek. Ott egyértelmű. Hát persze. Én nagyon keveset vonatozom, de szerintem vinnék, persze. Ja, igen, már mondjuk ott ki is hangsúlyozzák, hogy így az ellopott értékekért nem vállalunk felelősséget. Bár én ott is meg szoktam kockáztatni mindig a dolgokat, és eddig még pozitív. Én nem is tudom, hogy tudod elvégezni a dolgodat. Tehát, hogy nem jön neki. Humorgörcs, tehát, hogy így nem bírnád. Tehát a cuccaim
tól tartott 3 méteren kívül én már nem érzem az biztonságban. Jó, persze, nyilván mondjuk egy egyetemi könyvtárban szempontból speciális, tehát ott például csak a, nem tudom, a telefonomat meg a pénztárcámat rakom el, de így a könyveimet ott hagyom, tehát az így most, az most ellopják, az nem akkora nagy veszteség, meg amúgy miért lopnák azt el, de mondjuk így a pénztárcádban el tudod képzelni, hogy kivesznek, nem tudom, pár ezer forintot, és az már úgy nem jó. Igen, igen. De ha már úgyis itt tartunk, hogy bizalmatlanság egymás felé, még egymást nézni, akkor egy másik ide kötődő jelenség a szomszédok figyelése, és a hát az egyrészt a szomszéd kertje mindig zöldebb, de mitől zöldebb kérdés? Talán ez az, ami magyarosabb. Igen, igen, ez nagyon foglalkoztat, mert ugye pont azt beszélgettük így még így adáson kívül, hogy azért a szomszéd kertje mindig zöldebb jelenség, az nem magyar specialitás, viszont láttuk rengeteg amerikai filmben is, meg ez egy ilyen általános jelenség, hogy mindig a másikkal vagyunk elfoglalva. Viszont szerintem az annyiban viszont egészen magyaros ez a helyzet, hogy így mindig megpróbáljuk megvizsgálni, hogy neki vajon honnan van erre pénze, miből futja nekik, talán nem tudom, örököltek, vagy biztos örököltek valamit. Mert láttam, hogy a Judit most új cuccokban jár, ez se tud vigyázni a pénzre, meg ilyen, tehát ugye ez szerintem nagyon-nagyon magyaros. Igen, igen, lehet. Én amúgy ezt szerintem ennek nem biztos, de hogy én szerintem ez amúgy eredhet ebből a szocialista közegből, meg így a káderizmusból, amikor tényleg le volt kontrollálva minden, és tényleg mindenki tudta a másikról, hogy meddig nyújtózkodhat, vagy meddig van az a takaró, és ott tényleg azért kihágó volt, ha így hirtelen, nem tudom, valami nagyobb utazásnak benézett ott a szomszédba, és ráadásul szerintem az a rendszer jutalmazta is, hogyha megfigyelted, és hogy szerintem ez az, ami igazán beélesítette ezt a viselkedés mintát, hogy így jutalmazva volt, hogyha kifigyelted a másikat, hogy mit csinál. Igen, tehát az valószínűleg többnyire gyanús volt, hogyha a szomszéd Pista bácsinak, hát nem tudom, új ruhája volt, és rád meg pont tegnap jött ki az ellenőrzés, a hatósági ellenőrzés valami házkutatásra, mert hogy valami susmálkolsz. Tehát akkor így valami felmerül az emberben, hogy hát csak nem beköpött, és azért kapta a pénzt. Igen, 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 igen. Hát ez szomorú. Meg szerintem ebből jön egy olyan is, hogy akkor így az is jutalmazva volt, hogyha így nem vágtál fel, vagy hogy így titokban csináltad. Tehát, hogy ez az ilyen húzd össze magad, még hogyha így nem tudom, valami plusz pénzhez jutottál is. Vagy mit fognak gondolni mások. Szóval ez egy ilyen duplán rossz minta, azt hiszem. Ú, igen. Ez nálunk szerintem nagyon megvan az én családomban. Ó, ez csak a mi családunkat érinti, nem mondod, hogy ez ilyen kollektív minta. Nem, mert ráadásul nálunk, hát ugye mi Romániából jöttünk át, még amikor 2 éves voltam, és így igazából kb. Nulláról kezdték anyáik az életüket, és aztán így erre mentek fejbe a ranglétán. Nyilván apukám programozott, tehát így egészen hamar aztán egyre jobb munkakörülmények közé került, meg egyre nagyobb fizetéshez jutott, és hogy emlékszem, hogy mindig volt egy ilyen kis érzés, hogy így azért mindig legyünk egy fokkal, vagy tűnjünk egy fokkal rosszabbul, mint amilyenek éppen vagyunk, mert de szerintem nálunk inkább ez abból fakadott, hogy így nem ismerték annyira elhinni anyáik, hogy ennyire előre járunk. Ja, én azt igen, gondolom, igen. Hogy én így érzem ezt. Ja, de... igen, nekünk is nagyon hasonló életút egyébként, és lehet, hogy ez valóban ebből fakad, hogy így, hogyha így elhiszed, akkor így szerte foszlik, vagy van egy ilyen mágikus gondolkodás. Igen. Igen. Ha, jó, erre nem gondoltam, de ez jó, tetszik. Jó, menjünk tovább a következőre. Azt mondom, egy kicsit könnyedebb téma következik. Most már így a magyar depresszió, magyar bizalmatlanság, magyar megfigyelés után egy kicsit, nem tudom, talán viccesebb téma lehet arról beszélni, hogy milyenek vagyunk mi magyarok külföldön. Igen, vagy hogy így milyenek vagyunk a magyarok így a nagyvilágban. Én elsőként inkább azt gondolom, vagy hát nekem van egy ilyen ciklus, ami a könyvben nekem nagyon tetszett. Ez onnan kezdődik, hogy a magyarok a világban, tól egészen a magyarok külföldönig, és az felöleli így a nyelvet, meg azt, hogy milyenek vagyunk külföldön, milyeneket látjuk a külföldieket itthon, de ahol kezdődik ez az egész, az, hogy van 2 fejezet, ami csak annyiból áll, hogy ilyen híres földrajzi felfedezések, meg híres találmányok felsorolása egy ilyen frappáns szövegben. És hogy én ezen gondolkodtam mindig, hogy így miért ennyire nagyon fontos, hogy így keressük ezeket a hungarikumokat, hogy így mindenről be kell valahogy bizonyítani, hogy magyar, és a másik Lackfinak egy tök jó ilyen sora volt, hogy így előbb-utóbb
vagyis hát, hogy igazából minden sztár bárhol a világon magyar, csak még vagy ő nem tud róla, vagy még mi nem tudjuk pontosan, tehát hogy legutóbb az volt azt hiszem 2 hete, hogy a Robert Downey Jr.-ról már lassan, vagy róla is talán kiderült, hogy van magyar rokonsága, de hogy ez így miért fontos nekünk? Nem tudom, van válaszotok? Ez a kérdés, igen, tehát ez a kiválasztottság tudat, tehát hogy ugyanaz, mint mondjuk a zsidó népnél van egy kiválasztottság tudat így, hogy ők a bibliai nép, nekünk meg ezzel kell beérnünk, nem tudom, hogy így, hogy azért valahol azért mindenkiről kiderülhet, azért mi a Marsról jöttünk, meg az egész világ tőlünk származik, a magyar az ősnyelv, meg hát azért igen, rengeteg igen. Ilyen videó van. A sumérral vagyunk rokon nyelv, tehát hogy mi azért annyira előre kezdtük a dolgot. Hát igen, hogyha megvizsgálod ugye azokat a sumér település neveket, az Ur, az Uruk, igen. Azért nagyon-nagyon-nagyon, ez nem véletlen. Igen, az a helyzet, én pont ismerek egy ilyen oldalt, amit még linkeltem nemrég nektek is, szerintem egy masszívan skizofrén csávó írhatja amúgy, és ilyen nagyon durva, mert ő azt mondja, hogy a magyar az egyetlen nyelv, mert hogy az a mag nyelv, magyar, és hogy ilyen nagyon durva dolgokat vezet le, mert nem is emlékszem, hogy ja igen, hogy ha van benned fél elem, akkor már nem lehet egészség. És így ilyen, és azt mondja... De mondja, nagyon tetszett ez a mondat, eszméletlen jó. De ugye ezt csak a magyarból vezetheted le, és így a csávó így emellett igazából érvelmek, hát én nem tudom, egy egész ilyen oldala van, hogy így a magyar nyelv az miért ilyen kiválasztott. De hogy igazából ez tényleg tök izgalmas, hogy ez arról szól, hogy van egy dolog, amiben tényleg nagyon egyediek vagyunk, és az tényleg a nyelvünk, hiszen mi se nem az új latin, vagy latinból, tehát nem egy ilyen tipikusan európai nyelvből fejlődtünk, nyilván, mert mi ide belovagoltunk, és elfoglaltuk ezt a Kárpát-medencét. És amúgy ez önmagában egy csoda, pont már beszélgettünk korábban is egymás közt a könyvről, és nekem Ádámnak itt tetszett ez a szava, vagy a szavai, vagy egy mondata, hogy ez már önmagában egy ilyen tök nagy dolog volt, hogy mi ide bejöttünk, teljesen gyökértelenül, és hogy már hogy itt tudunk így létezni. Igen, tehát szerintem az önmagában egy nagy teljesítmény, és azt értékelni kéne, hogy így 1000 évig megmaradt egy olyan kultúra, ami így ettől a körülvevő környezettől teljes mértékben idegen. És én ezért tartanám legfontosabbnak, hogyha a magyar kultúra napja lenne a legfontosabb ünnepünk, ami megint csak szívás, mert valami február valahányadikán van amúgy, nem is nagyon, tehát igazából megint nem lehet télen semmi sem normális ünnepen, tehát mondjuk lenne nyáron a magyar kultúra napja, és arra, hogy még felhoznánk egy pozitív üzenetet, azt szerintem így, annak így lenne értelme, és akkor így nem kéne ilyen bohóckodásokba menni szerintem. Igen, uh-huh. meg szerintem arra egyébként tényleg, vagy én érzek büszkeséget, hogyha például itt a nagy magyar földrajzi felfedezők, kutatások, találmányokat soroljuk fel, mert hogy van egy ilyen érzése az embernek, hogy tulajdonképpen mi így egy családból származunk. Persze így az a nagy érzés, hogy így minden ember testvér meg hasonló, de hogy ezért így a magyarok így egymás között, szóval értitek, tehát ez egy ilyen szorosabb rokonság, és hogy én tudom érezni ezt a kollektív sikert, és hogy egy ilyen magyar kultúra napon ezt így nagyon lehetne flexelni, vagy nem. És pontosan ez, amit mondasz, a kollektív siker. Ezekben megélhetjük a sikert, amiket a történelmi eseményekben nem élhettünk meg. Ezekben van siker, érted? Mert az emberek használják a telefont, érted? A uh-huh. telefonhálózatot, meg a golyóstollat, meg esznek Túró Rudit, jó külföldön talán nem annyi, de hogy így, tehát, hogy ezeknek meg Neumann számítógép, tehát ezeknek van jelentősége, tehát így ez azt bizonyítja, hogy a magyar nép, meg a magyar kultúra hozzáadott az emberiség közös tudásához, és ez szerintem így értékelendő, és ez tök jó lenne megünnepelni, hát és az sajnos annyira nincsen megünnepelve, úgyhogy én érzem ezzel kapcsolatban a büszkeséget. Igen, igen. Én azt mondom, nekem most az élmény jut eszembe, hogy ha már kollektív siker, hogy én tökre nem rajongok a fociért, meg semmilyen ilyen nagyon sportot nem követek, de emlékszem, amikor az EB volt, akkor így barátaimmal mindegyik meccsnek az ilyen vetítésére kimentünk az ilyen parkokban, és mindig megvolt ez az élmény, hogy basszus, most, úristen, de magyar vagyok, és milyen jó magyarnak lenni, és hogy tök jó lenne tényleg, hogyha ezt így több területen is át tudna élni az ember, és ja, én abszolút támogatnék egy ilyen ünnepet, ahol, és ezzel tudnék azonosulni is masszívan, hogy a magyar kultúrának. Én emlékszem, hogy mondtam így Ákosnak, hogy mondom, most ezt jól nézd meg, mert mondom, ez most ilyen 2-3 hét ilyen felfoghatatlan állapot ahhoz képest, hogy így ez nem fog megtörténni megint 20 évig, nem volt előtte 30 évig, hogy ez most így pár hétig úgy érzi a magyarság, hogy így együtt van, és én is azt éreztem, hogy így passzus, ilyen még soha nem volt. Én emlékszem, kim voltam a norvég meccsen, amikor kijutott. Igen. És az este, így ahogy így mentél a városban, és így
valahogy mindenki összekacsintott, valahogy egybefort egy nemzet, a nemzet lelke, és így konkrétan így a buszba bemondta így a buszsofőr, hogy így milyen jók vagyunk, meg ilyesmi, és így azért... Igen. És így akkor így éreztem, hogy ennek a nemzetnek lett egy boldog oldal, és ezt olyan ritkán élhetjük meg. Igen. Pontosan, én is ugyanezt. Nem akarok így pessimistáskodni, de hogy milyen, bezzeg milyen jó lehet, nem tudom, mondjuk így a franciáknak, ahol ez így megtörténik évente. Vagy nem, igen, igen. Hát ott például a Bastille nap az biztos, hogy olyan, hogy ott minden francia így tök el van, vagy például szerintem, hogy a július 4-e az amerikaiaknál, szóval megint csak ilyen lehet. Igen. Hát igen. Bár most valószínűleg ez a július 4-e. Kíváncsi vagyok egyébként, milyen lesz most Amerikában. Ez egy izgalmas kérdés. Hát, én nem hiszem, hogy nagyon boldog lesz, de hát... Hát igen. Igen. Bízunk a legjobbakban. Szerintem ők is ezt teszik, és szárazon tartják a puskaport, így mindkét oldalon. Kemény. Igen, amúgy még visszatérve akkor, amit az elején megpendítettünk az adásnak, így a nyelvek fontossága, hogy így tényleg foglaljunk állást, vagy nem tudom, én is állást akartam ebbe foglalni ebben a kérdésben, hogy így mi a nyelvnek a lényege, vagy így miért szakrális mondjuk egy saját népnyelve, és hogy mi szerintem sokszor vitatkozunk így egymás közt a nyelv kérdéseiről, főleg a szinkronizált filmek kapcsán, amiben nem akarok most belemenni, mert lehet, hogy a jövőben lesz róla egy adásunk egy más formátumban, de az mindenképp el szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy amúgy kétféle nyelv használat van legalább, és hogy az egyik az egy ilyen tisztán utilitarista, tisztán használati elvű nyelvhasználat, és hogy én ebben nem bánom kifejezetten, hogy globalizálódunk, mert hogy szerintem jó egy olyan közös nyelv, amit aztán tényleg, amivel nagyon könnyen és nagyon hatékonyan kapcsolatba lehet lépni aztán mindenkivel, illetve nagyon nagyban meggyorsítja a tudás áramlását egymás között. Viszont van egy ilyen esztétikai nyelvhasználat is, vagy nem is tudom, hogy mondjam, és az pedig abszolút az anyanyelveden fog megvalósulni elsősorban és legjobban. És hogy például ilyen a művészi nyelvhasználat, meg ilyen az, hogyha mondjuk beszédet akarsz mondani, vagy akár egy politikai beszéd, akár egy lelkesítő beszéd, akár egy gratuláció, egy esküvőn, tehát egy ilyenekre kell gondolni. És hogy én ebbe én is érzem a szakralitását a magyar nyelvnek, úgyhogy tudom, hogy itt talán ebben a podcastben is már elhangzott a magyar nyelven nem jók a regények tőlem, de én meg akarom követni magam olyan szempontból, hogy én nem ítélem el a magyar nyelvet, és nekem is nagyon fontos, úgyhogy nem akarom, hogy egy ilyen kép alakuljon ki rólam, hogy én abszolút magyar nyelvellenes vagyok, csak hát nem, igen, tehát hogy én így összetettebben gondolom ezt, de kíváncsi vagyok, hogy nem tudom, például Ákos nekem. Nekem az ilyen nagy nehézségem ezzel az elmélettel, hogy az a baj, szerintem összefolyik a kettő, és hogy én például nem vagyok itt teljesen elégedett az én ilyen magyar nyelv használatommal, de hogy úgy általánosságban véve így hát azt mondanám, hogy mivel két kezemben meg tudom számolni azt, hogy így hány ember beszél így az ilyen közvetlen környezetemben szépen magyarul. És hogy ez például olyan szempontból így kellemetlen, hogy akik mondjuk nem tudom így az intellektusokból fakadóan az következne, hogy így jól beszélnek magyarul, vagy hogy ilyen szépen választékosan és helyesen használják a nyelvet, azok így tömve, vagy teletömik ezt ilyen indokolatlan angol kifejezésekkel, amit szintén én is használok, meg így, tehát ezt így mindannyian ismerjük ezt a jelenséget, de hogy ez így, nekem ez mindig ilyen szomorú. És hogy amikor így nem tudom, így azt mondod, hogy by the way, azt így ki lehetne fejezni magyarul is. Tehát, hogy ezt, ebbe így senki nem hal bele, vagy hát így nem tudom, nagyon-nagyon sok ilyen szót lehetne mondani. Tehát így ez a szomorú szerintem, hogy így pont, hogy az intellektuális karaktereknél töredezik fel szerintem a mi generációnkban az ilyen magyar nyelvhasználat, és hogy így szerintem így valamennyit veszít az értékéből a nyelv. Mm. Igen, szerintem mondom, szavanként fog eltűnni a magyar nyelv, vagy így felmérgezi az angolság ebből a szempontból, és én tudom, hogy én is része vagyok ennek, és ezt így valamennyire sajnálom, és fontos lenne amúgy, hogy így tudatosan figyeljek rá, hogy így tényleg azokat a szavakat, amikre amúgy van magyar megfelelő, tehát legtöbb szóra amúgy tényleg van normális magyar megfelelő, csak így nem akarjuk használni, mert az nem olyan trendi, valószínűleg valami ilyesmi lehet, és így ez maradt meg. Igen, de nagyon mondani akarod, mondjad. Ja, én nem csak, én azt akartam egy ellenvetés viszonylag, hogy de most érted, hogyha az amúgy meg a by the way felcserélődik, akkor így mi van? Tehát az amúgy attól még nem fog elveszni. Ez a baj, hogy feltűzöl ezt a kérdést.
De pont az, hogy el fog veszni. Igen. El de szerintem veszni. Nem. Mert egy idő után nem, miért használnád azt a szót? Mert minek használnád a másik magyar szót? Mert az egyszerűen utána a végén az lesz, hogy egy angol mondattal ki tudod fejezni, tehát a magyarnak igazából nem lesz jelentősége. De én ezt nem, én nem így látom. Én amúgy azt gondolom, hogy egyébként sokkal inkább félteni kéne azokat a magyar szavakat, amiket alig használunk amúgy is. Tehát hogy például itt a Lackvi könyv pont jó ennek a felemlítésére, mert Lackvi szerintem nagyon sok olyan szót használ, amit így tényleg rég hallott az ember, vagy rég olvasott, és ilyen nagyon ízesen, meg ilyen nagyon szabatosan használja a nyelvet. Ő például benne van ebben a 10 emberben, amit említettem. De igen, de hogy pontosan erre valók a művészek, meg ezek a könyvek, hogy igazából ezek a szavak átörökítődjenek, és ezeket úgysem fogod beépíteni a hétköznapi nyelvhasználatodba. Szerintem ez a valóságban így az, hogy ő így gyakorlatilag így emléket állít annak, hogy így milyen volt a magyar nyelv. Szóval amikor mondjuk így a Lackvi, vagy így bármilyen magyar regényt olvasol mondjuk így a 21. század elejéről, akkor így lehet majd látni, hogy akkor így nagyjából milyen volt a magyar szókincs. De hogy, tehát hogy mondjuk így a Lackvi nem, soha nem írná le azt, hogy cringe, hanem itt biztos tudna rá mondani 15 magyar szót, de hogy én már soha nem használnék semmit a cringe szó helyett, mert hogy annyira beleívódott a szókincsembe. Ez egy másik kérdés, mert a cringe-re nincs igazi fordítás, tehát hogy megközelítőleg el tudod adni azt az érzést, de gondolom, tehát hogy így csak ki tudnám fejezni ugyanezt magyarul is, nem? Hogyha nem ismerném a cringe szót. Hát valahogy ki tudnád, igen, de... Az nem lenne olyan mémes, érted? Ez nem lenne a lényeg. Tehát, hogy így kevésbé olyan át, hogy én a Redditről jöttem, és így vágom a dolgokat. Nem. Szerintem itt arról van, hogy az kifejezetten egy olyan szó, ami egyszerűen rövidebb idő alatt és sokkal hatékonyabban kódol egy olyan jelentést, amire több szó kéne magyarul, vagy bármilyen másik nyelven. Igen, csak nekem ez a félelmem, hogy valójában amúgy angolul sokkal hatékonyabb lenne beszélnünk, mint magyarul, és hogy attól tartok, hogy egyszer így meg fog születni az irány, vagy gondolat, hogy így, hogy komolyan, akkor miért kell nekünk mondjuk az a szó, hogy firnyákosan, ami mondjuk szerepel ebben a Lackvi könyvben, hát így valójában így nincs rá szükség. Na jó, de ezt... És melyik szó volt az, amire így nem volt angol megfelelő, mert az nagyon jó. Punyadni. Punyadni. Ja, punyadni, igen. Én azt mondom, hogy ez például egy olyan szó, amit érdemes magyarul mondani azért, mert egyszerűen nem tudnád. Tehát, hogy igen. Nem azért érdemes, mert nem azért tudod. Nem. Tehát itt megint csak a pragmatizmus jött elő belőle, nem azért, mert úgy valamiért szértnek tartod a nyelvet. Igen, de én úgy gondolom, hogy a pragmatizmus... Fontos a hétköznapi kommunikációban valahogy. De nem elválasztható az esztétika a hétköznapi kommunikáció, tehát de tényleg nem látod azt, hogy így, ez így végső soron azt eredményezi majd, hogy így ez megszűnik ez a nyelv? Én nem kifejezetten, de lehet, nem tudom, nem, én nem látom ezt ilyen direkt folyamatnak. Én azt gondolom, hogy egy valami, ami megakadályozhatja ezt, azok az ilyen különböző fordítóprogramok, mert hogy a mesterséges intelligenciának az a fordítóprogramja, ami így élő szóban fogja lefordítani neked egy headseten keresztül, amit más mondanak, és egyszerűen így tök fölösleges lesz belefektetni az energiát a nyelvtanulásba. Nem, mert az a helyzet, hogy a nyelvek, amik eltűnnek, mondjuk veszélyeztetett nyelvek, a Navajo, a Hawaiian levő, nem tudom melyik nyelvcsalád, ezek a veszélyeztetett nyelvek, ezek úgy tűnnek el, hogy már nem használják őket semmilyen hivatalos környezetben, és hogy azért messze áll az, hogy mondjuk én elkezdem a by the way-t használni a hétköznapi diskurzusaimban, mondjuk az amúgy helyet, mint hogy a tankönyvben már úgy fogják leírni, hogy angolul a feladatot, meg a szöveget, meg úgy kapunk olvasmányokat, meg szóval érted? Tehát intézményesen kell ahhoz átalakuljon a nyelvhasználat. Hány éve használjuk az internetet Magyarországon olyan nagyobb felhasználói szinten? Nem hát, tudom, legyen 15. 15-öt mondtam. Igen. És gondold el mondjuk ezt mondjuk 100 évekre kivetítve. Tehát, hogy konkrétan az internet hozta be ezt. Akkor, tehát, hogy egyszerűen onnan jön át ez az egész beszédnyelv. És így szépen fogja felém. Tehát most nem 5 évről, meg 10 évről, meg 20 évről, meg lehet, hogy nem is 50 évről, vagy 100 évről beszélünk, lehet, hogy 200 év, de szavanként, ezért mondtam, hogy szavanként. Hát igen, de az meg már megint egy másik világ lesz. Nem tudom, most a Dreadbírót néztem meg valamelyik nap, és abban volt ilyen Mega City. Nem tudom, láttatok a Dreadbírót amúgy? Nem. Tök jó film. És abban volt egy olyan utópiát képzeljetek el, vagy hát disztópia inkább, ahol konkrétan az egész Amerika nagyjából egy város, egy ilyen
300 millió fős város, és ilyen óriási toronyházak vannak, amik szolgálnak ilyen kisebb kommunákként, és hogy ott így, tehát egy ilyen elképzelés van, és hát nyilván egy ilyen jövőbeli világban, ahol mondjuk ilyen megavárosok lesznek például, akkor már, hát igen, akkor lehet, hogy mondjuk a nemzeti szuverenitás kérdése az már nem annyira lesz kérdés, mint inkább. Jó, meg hát, hogyha megint egy kicsit is sci-fibe megyünk, akkor azt hiszem pont Elon Musk-tól hallottam ezt, de most ezt, erre nem mernék nagyobb pénzt rakni. Hogy ő mondta, hogy így szerinte így az utolsó generációk egyike vagyunk, akik így beszélnek nyelvet majd. Mert egyszerűen ő már abba gondolkodik, hogy csippet raknak az ember agyába, és egyszerűen a kommunikáció már úgy fog történni, hogy így átküldöd Bluetooth-on, vagy nem is tudom, érted? Tehát, hogy így amit gondolsz, már átmegy a másikhoz egyből. Tehát, hogy már a kommunikációnak már egy egészen ilyen utopisztikus, nem tudom, változatát képzelhetően. Ez a Neuralink amúgy, hogyha valaki utána akar nézni. Szerintem amúgy ez elképesztően izgalmas, mert ők amellett érvelnek, hogy ki lehet mutatni, hogy egyszerűen a beszédbeli kommunikáció, nem, úgy kezdődik, hogy az írásbeli kommunikáció valami hatványozottan ilyen tízes hatvánnyal lassabb információ átadás, mint a beszéd. Ezt szerintem tök jól meg lehet figyelni, ha cseteltek, akkor így láthatjátok, hogy egy órás csetbeszélgetés az így kb. Egy 5 perces élő szóbeszélgetés, annyi információ kódolódott nagyjából, néha így visszatekertem ilyen csetbeszélgetéseket, és elképesztő, hogy ennyi kevés dologról beszéltünk egy óra alatt. Na és azt gondolja, hogy, vagy hát nem gondolja, hanem úgy az elmélet meg így úgy néz ki, hogyha nem lenne beszéd se, tehát hogy ez se lassítaná az információ áramlást, hanem direkt agyhullámokkal tudnánk kommunikálni, akkor ugyan akkora gyorsulás lenne, mint amekkora az írástól a beszédig, csak nem is ugyanakkor, hanem exponenciálisan még annyira nagyobb, tehát még egy léptékkel nagyobb, és hogy akkor így egy másodperc alatt meg lenne egy órás beszélgetés, vagy nem tudom, tehát hogy nem egy másodperc. Úrva. Nem akartam mondani az elméletét. Ja, nem, én pont ettől félek, hogy amúgy, hogy így előbb-utóbb ezt át fogják nyomni, hogy valójában erre semmi szükség. Mert hogy ezt így tök nehéz, igazából ez Ádám gondolatpaneljét lopom most el, hogy egy ilyen gondolkodású, vagy egy ennyire progresszív embernek tök nehéz megmagyarázni, hogy érted, de hogy van ez a szó, hogy firnyákos, meg punnyadás, és hogy ez így szép. És hogy így nem lehetne, hogy ez így megmaradjon végül, de hogy így nem, mert nincs rá szükség. Egyszerűen nem hatékony. Csak igen, szép. Tehát én nekem az a mostában az ilyen... De mostában az a gondolat foglalkoztat, és egyszerűen nem tudom kiverni a fejemből, hogy így vannak egyes emberek, akiknek nem tudnád elmagyarázni 6 hónapon keresztül folyamatosan beszélhetné csak te, és nem tudnád elmagyarázni, hogy mi a kultúra. Tehát, hogy így nem értik meg ezt a fogalmat, mert ők csak ilyen számokban, meg progresszióban érdekeltek, meg részvényekben, meg ilyesmi, és nem tudják megérteni, hogy mit is jelent ez az egész dolog, meg hogy ennek miért van értéke. És igazából te se tudod normálisan elmondani, csak egyszerűen érzed, hogy amúgy ez valami értéket képvisel, ami nem helyettesíthető valamivel, és mégis. Igen, amúgy én csak annyit mondok, hogy én abszolút értem az értékét, tehát hogy én nem vitatom el továbbra sem a nyelvnek az értékét, meg a nyelv mint művészi eszköznek mondjuk a esztétikát vagy szépségét, de én azt gondolom, hogy amúgy itt nem arról van szó, hogy ezt pótolni fogja ez, hanem onnantól mondjuk egy egészen másfajta esztétika lesz. Tehát, hogy valószínűleg a Neuralinknek is lesz majd esztétikája, meg abba is lehet majd valamit művészet. Tehát, hogy érted, mindenből lehet művészetet csinálni. A, nem tudom, a mamut véréből a barlangfalra is lehetett művészetet csinálni, és valószínűleg az gyönyörködtette a koremberét. Nálunk meg már a nyelvből, de érted, az ősember nem tudott így beszélni, tehát nem voltak konceptuális fogalmai, és ő is tudott gyönyörködni. Tehát valószínűleg a jövő század ember másba fog gyönyörködni, mint mi, nem a szavaiban. Ha lesznek emberek, ugye nem csak a robotok. Jó, hát igen. Igen, jó, ezt abszolút elfogadom, csak engem nagyon így, lehet, hogy egy órán voltunk, amikor az egyik tanárunk erről a projektről beszélt, és hogy volt ott egy link, aminek így ez volt a weboldal címe, hogy Wait, but why? És ebben így rendesen így beleremegtem, hogy így basszus, ennek sem, tehát itt vége, így fénysebességgel haladunk a szakadék felé. De lehet, hogy azon a szakadékon túl egy ugyanolyan élet vár, mint itt, csak másabb lesz a dolog, és akkor így. Hát ja, reméljük. Amen. És ha pedig már átmentünk akkor
hát a fejezetciklusok így első két elemén, akkor az utolsó kérdésem, vagy hát ami engem még foglalkoztatott, az a magyarok külföldön. Ti nektek milyen tapasztalataitok vannak, milyenek a magyarok külföldön, illetve nem tudom, mit tetszett esetleg Lackfi leírásaiban nektek. Én mindenképpen azzal szeretném indítani, ami még így a bizalom kérdésre rárímel. Nekem apukám így kiment külföldre dolgozni, és munkavállalás szempontjából az első tanács csak ne magyar cég. És hogy csak nehogy egy olyan cég, aminek legalább a vezetése körül van egy magyar, az sem jó. Csak tiszta, helyi, nem tudom, munkaadóban lehet bízni, pont. És akkor így, hát ja, szóval ez így így visszacsatol a kérdéskörre, hogy mennyire bízunk meg egymásban, akár ilyen külföldi magyarok összetartozás terén. Én nekem van egy olyan élményem, és amúgy szerintem Lassz is ezt azért így pedzegeti, hogy egyrészt ugye a magyarok mindenhol vannak a világban, ugye ő ezt így abszolút szépen lassan bemutatja, és igazából, hogy az ember mondjuk elkáromkodja magát valahol, akkor biztos, hogy lát valami magyar embert, akár nem tudom, a Berlin főterén, vagy a Londonban, vagy bárhol, aki fogja és így rákacsint, mondjuk London a másik legnagyobb magyar város, úgyhogy ott azért nem is olyan nagy dolog, tehát így azért hódítunk rendesen, de úgy viszont van külföldön ilyen összekacsintás szerintem, amikor ilyen hétköznapi helyzetekben találkoznak magyar emberek. Én legalábbis én szoktam ezt érezni. De amikor így, nem tudom, hogy fölültünk az Ábdű ezen a sífelvonóra, és így tök random beült mellénk két magyar ember, és akkor éreztem, hogy volt egy ilyen összekacsintás, hogy szavaztok, hello. Igen, ezek az élmények nekem is abszolút megvannak. Amúgy én ide akarom rakni még, ami hát nem is tudom, hogy fogom kontextusba helyezni, mindesetre talán úgy, hogy a külföldön is vannak ilyen magyar sajátos helyszínek, és hát például nyilvánvalóan szerintem valamennyire aktuális is még ugye Trianon kérdése, és hogy emlékszem, amikor így elmentünk Franciaországba, és hogy itt a Versailles Palota komplexumnál úgy elmentünk ugye a Trianon kiskastélyhoz, így nagyon vicces, de tényleg kb. Csak magyar turisták voltak ott. A traumafeldolgozás. De tényleg, és így senki más nem érdekel az a kiskastély. Nem is tudják, hogy ott van. Tehát egy francia ember nem is tudja, hogy van egy ilyen kiskastély ott a Versailles rezidencia mellett. Úgyhogy tök vicces, hogy vannak ilyen kis kis zarándok hely. Kis zarándok, igen. És nem is értik a franciák, hogy mi a fene folyik. Igen, amúgy meg ami nekem így szokott tetszeni, az mindig az, amikor van például múzeum, ahol így nyilván ez általában ilyen szomszédországoknál szokott lenni, ahol így mondjuk legalább így gondolnak a magyarokra is, és így van ilyen magyar fordított plakett, vagy hát hogy mondják ezt, amit ahol kiírják a magyarul is a dolgot. Lengyelországban is találkoztam ilyennel, Csehországban. Igen, akkor éreztem, hogy a testvériség, én is Lengyelországban láttam egy ilyen magyar, mondom, igen, tesók, ti tudjátok, hogy ki kell írni ezt, mert ugye mi jó haverságban vagyunk. Igen, és az mindig egy ilyen szívet melengető élmény. Meg az viszont nagyon sokszor rosszul érintett, például amikor így mondjuk Romániába vagy Szlovákiába, ami jelentős magyar kisebbség él, ilyen docból nem írják ki magyarul a dolgokat. Ja. És az ilyen szörnyű. Tehát, hogy így azt rosszul élem meg. Én még ennek a témának a kapcsán azt szeretném tőletek kérdezni, hogy így, nektek mi a véleményetek arról, hogy szerinted milyen a magyar embernek az asszimilációs képessége, vagy az integrációja mondjuk külföldi országokból. Tehát mondjuk hány generáció kell egy magyar embernek a családjával együtt, hogy így mondjuk beolvadjon az amerikai népsűrűségben, mondjuk egy olaszhoz, vagy egy japánhoz, vagy bármihez képest. Nem is tudom, nekem eszembe jut a... Talán, én nem akarok most hülyeséget mondani, de Vajna Timi volt az, aki egyszer csinált egy ilyen videót, hogy hazajött Amerikából, és már szinte elfelejtett magyarul beszélni, vagy... Nem tudom, de elég nagy pózerságnak tűnik. Az volt, egy óriási pózerság, csak eszembe jutott ez, hogy úgy tűnik, vannak olyanok, akiknek egy pár év kint létezik. Teljesen az volt, én meg fogom keresni ezt az interjút, most előre kövezzetek meg, hogyha nem Vajna Tíma, hanem valaki más, mert én valami ráasszociáltam, de így az volt, hogy így rendesen kérdeztek tőle valamit, hogy milyen volt kint Amerikában, és így, na várjunk csak, hogy is mondják ezt. Nagyon jó volt. Tudod, ilyen, nagyon pózer volt. És ezt is ilyen amerikai akcentussal mondod, hogy nagyon jó volt. Igen, de azért nem hiszem, hogy amúgy a Timi volt, mert ő nem szokott ilyet, de valami, meg fogom keresni ezt a videót, és belinkelem, nagyon kínos volt. Úgyhogy, hát valakinek úgy tűnik, akár egy év is elég erre, de hát szerintem amúgy biztosan sok, nem tudom, egy-két generáció biztosan igen, kell. Igen. Én azt mondom, hogy te egy fokkal kevesebb, mint, hogy említetted példának az olaszokat,
Én azt gondolom, hogy mivel nem tudom, hogy az átlag, hogy a mi nemzeti öntudatunk, hogyha összehasonlítanánk más országokéval milyenebb, de mivel én arra tippelnék, hogy mi kevésbé vagyunk büszkék a magyarságra, vagy hogy így kevésbé ez egy ilyen örömittas dolog, hogy így kiállok, és mondjuk így rácsapok a mellkasomra, hogy igen, én magyar vagyok. Így arra gondolok, hogy mi így hamarabb bele olvadunk a tömegbe, mint például mondjuk akár az olaszok, vagy az írek, de lehet, hogy csak azért, mert nagyon sok gangsterfilmet néztem ebben az évben, és így azt gondolom, hogy ők ilyen nagyon öntudatos népség. Igen, nekem szintén az az élményem, hogy szerintem a magyar, aki, tehát Magyarországra, amikor valaki disszidál, akkor az nem ugyanolyan, mint amikor az olaszok disszidálnak. Az olaszok inkább az életkörülményeik miatt kimennek Amerikába, de ők rendszeresen visszatámogatják a családot. Mondjuk, ez mondjuk a magyarokra is igaz, amikor Londonig mennek, de amikor már egy ilyen nagyobb utazásba vág a magyarság, akkor egy generáció alatt eltűnik. Tehát rengeteg ilyen amerikai ilyen politikus van, akiknek így látszik, hogy így kb. Kettő felmenő még magyar volt, tehát egy két generációval, tehát egy nagyapjuk még magyar volt, és ők már így semmi, de így tudják, hogy amúgy magyarok voltak, de hogy így ők már nem beszélik, meg nem nagyon tudnak ilyen dolgokat. Például ott van a Kissnek az énekese, annak, vagy a gitárosa? Ezt tudjátok? Nem. Ott például az anyukája magyar volt, és neki így megvan pár ilyen magyar mondat, de hogy azért már őnek is ez ilyen teljesen idegen. Tehát szerintem a magyar amúgy könnyen asszimilálódik, de nem tudom pontosan ennek az okait. Tehát nem elég erős a kultúra megtartása, vagy nem tudom. Igen, nekem lehet ez egy ilyen, így a mai nap tanulsága ez a bizalmatlanság, de hogy pont emiatt a bizalmatlanságból kiindulva, és megint csak mondom, hogy így tényleg így apát végtelenennyi tanáccsal látták el, hogy ne bízzon kint a magyarokban, hogy így például az olaszoknál, vagy íreknél, meg a pont az ellenkezőjét feltételezem. Tehát, hogy ott van egy ilyen nagy kollektív összetartás, így megyünk egymáshoz ebédelni, tartjuk a kapcsolatot így a kint élőkkel, és akkor ez így lehet, hogy még többet így hozzáadó ehhez az egész identitás kérdéshez. Hát igen, mondjuk a keresztapa kapásból úgy indul, hogy ugye a Don Vito ugye megkérdőjelezi az olasz csávot, hogy miért nem hozzáfordult, miért az állami szervek, miért az amerikaiakból várta az igazságot. Hát ez kvázi sért itt az olasz szabályokat, meg a régi olasz hagyományokat. Tehát ezt azért jó lenne átgondolni, hogy te most amerikai vagy olasz, mert ha amerikai, akkor mit keresel itt? Igen, a másik például a gangster korzó, ami meg nem olasz, hanem az ír maffiák voltak benne, és ott is ugyanez volt látható, hogy így nagyon nagy szolidaritás volt így az írektől az írek felé. És ja, Amerikában amúgy sok ilyen van, például kínai negyedek, ír negyedek, nem tudom, olasz negyedek, tehát hogy igen, ott úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik képesek így megőrizni ezt a nemzetiséget, de én magyar négyedről még nem igazán hallottam. Ja, ilyen, nekem, csak hogy én is beszúrjak, egy ilyen nagy kedvenc filmes kezdésem volt a Tégla című film, amikor mondja, hogy így kijöttünk ide, és néhány év múlva már mi adtuk az elnököt. És hogy ezt így Magyarországon így nehezen tudom így, pedig amúgy mi is egy, tehát így nem tudom, flexelhetnénk mondjuk a tudósainkkal, de valahogy ez így nem tudom elképzelni egy ilyen magyar kontextusban ezt a mondatot. De volt flexelés, hát tudod, biztos megmondod a sztori, nem? Hogy amikor a Manhattan tervnél csinálták az atombombát, ja, akkor igen. Tudod, kimentek az amcsi tudósok, és akkor ugye a magyarok elkezdtek magyarul beszélni, és akkor sokkal többet haladtak meg. Tudod, vannak ezek a legendáriumok, amikben nem lehet tudni, mennyi igaz. Igen, igen, én pont erre gondoltam, hogy ezzel lehetne flexelni, csak nem tudom, hogy ez mennyire szokták így az emberek. Lehet nekünk is kell egy Scorsese, és akkor így fel kell villantani. Igen, mondjuk megnéznék egy ilyen Amerikában játszott a magyar mafiózók filmet. Igen, nekünk így annyi jutott, hogy a közönséges bűnözőkben így volt egy magyar gangster csoport, akit így kicsináltak. Láttam az embert. Az embert, igen. Ja. Igen. Akkor menjünk szerintem tovább a következő témánkra, ami már lassan már a záró témához közeledünk, és ha már így felsoroltunk sok Lackfi által említett hát jelenséget, és reflektáltunk rájuk, vagy a kedvenceinkre, akkor most mondjunk mindannyian egy sajátosan magyar dolgot, amit mi gondolunk. Tipikusan magyarnak is nem volt benne a könyvben, mondjuk. Én szívesen elkezdem. Nekem az első dolog, ami így eszembe jut, az igazából félig meddig már megpendítve lett a bizalom kapcsán, vagy lehet, hogy erre eredezhetető vissza az a jelenség, ez pedig a kooperációra való képtelenség. Tehát a magyar ember egy feladatot csak úgy tud megoldani, hogy ha vagy maga
Vagy maga megoldja, vagy pedig valaki más oldja meg neki, de hogy ő csapatmunkába egyszerűen képtelen gondolkodni. Hát ugye ebből jönnek mindig azok a mémek is, meg hogy így hogy egy ember dolgozik, és a többi támasztja, csak ugye az egy ember mindig váltakozik, de hogy így az, hogy egyszerűen próbáljuk meg összehangolni a folyamatokat, az valahogy így képtelenség. Igen, ezt én sem tudom, hogy mennyire magyar sajátosság, de abszolút már nagyon korán lehet ezzel találkozni. Tehát középiskolában voltak olyan csoportmunkák, ahol ez egyből kialakul. Tehát ahogy összetesznek abszolút. Négy embert, egyből kialakul a dinamika. Egy ember, aki mindent csinál, egy ember, aki még úgy tűnik kicsit segít, és a másik kettő meg is semmit, igazából beszélgetnek egymással. De tökéletes, úristen, emléksz, tényleg van egy ember, aki csak így látszólag így ott van. Igen. És a többiek pedig igen. Így, és az annyira szomorú, nekem is vannak ilyen emlékeim, hogy így feláll a csapat, és mindenki néz egymásra, és aki először megszólal, mindent ő fog csinálni onnantól kezdve. Ez egészen, tehát hogy még hogyha csak annyit is mond, hogy na hát akkor hogy legyen ez? Hát ezt te megnyerted magadnak. Tehát hogy én mindentől kezdve kiiratkoztam a feladatról. Igen, pontosan. De közben meg másképpen nem hallod, magyar helyzetben így nem hallod másképpen a feladat megoldása. Igen, és hát az a helyzet, hogy ez egészen magas szinteken is van, tehát hogy én valamennyire úgy gondolom, hogy a mostani vezetés is úgy van vele, hogy basszus, akkor én megcsinálom egyedül. Tudom, mint ha már itt semmi nem jött össze, akkor én majd megmondom, mi a fontos, és majd úgy csináljuk, ahogy én mondom. És hát lehet, hogy ebből erednek ezek a figurák, akik így a történelmünket kisajátítják, vagy a népünket a történelem során. Igen, én arra gondoltam, hogy talán még de ez már lehet nagyon messzire visz, hogy lehet, hogy az ilyen gyenge, ilyen szakszervezeti dolog is valahogy így ebből fakad. Hogy igazából hogy mindenki a saját pályájára játszik, és hogy aki nagyon szervezkedne, szerintem arra már alapból így úgy nézünk, hogy így hát ő így vajon ő most mit akar? Vagy hogy neki vajon így nincs élete, vagy így ezzel foglalkozik? És hogy így pont nincs egy olyan szervezetiség, amivel így egymást is tudnánk képviselni, meg egymást is tudnánk védeni. Igen. Mondom én, amit én találtam, igazából ez abszolút most egy ilyen személyes élményen is alapul, mert volt most hasonló eset a családban. Ez a nem megyünk orvoshoz típusú mentalitás, hogy így tényleg levágtuk a saját karunkat, de inkább akkor, nem tudom, rácsapjuk a pálinkát, bekötjük, és így jó volt, így nem megyünk sehova, mert hogy egyszerűen valahogy ezzel így fel lehet vágni, hogy érted, azt jelenti, hogy nem mentél 20 évig orvoshoz, ezzel mondjuk felvágsz, nem azt jelenti, hogy te annyira egészséges vagy, hanem hogy fogalmat sincs igazából a saját egészségedről. De mégis úgy állítod be, mintha ez azt jelenteni, hogy te már pedig ennyire kemény vagy, hogy nem is kell orvoshoz menned, de hogy nyilván nem csak, tehát hogy azt ismerte fel a világ, meg úgyis azért jutottunk odáig, hogy ennyire sokáig ki tudtuk tolni mondjuk az életet, mint olyat, mert hogy felismertük, hogy akkor is el kell menni orvoshoz, amikor mondjuk nem probléma van, hanem mondjuk csak szűrésért, de hát a magyar ember szerintem már a szűrés szótól is megijed, tehát hogy így mondjuk munkához kötelező orvosi szűrésre elmenni, úristen. Igen, én abszolút érzek ebben egy ilyen mágikus gondolkodást, méghozzá az, hogy nekem rengeteg ilyen, hát alapból szerintem így a magyarok egészségügyhöz való viszonyára egy könyvet lehetne írni. Tehát kezdve azzal például, hogy oké, én iszok és cigizek, de te is tudod, hogy a Petinek, a nagybátyjának a dédapja az így naponta elszívott 10 doboz cigit, meg pálinkában fürdött, és 114 évig élt, és még akkor is biciklizett, tehát biciklivel ment a kocsmában meg vissza, és hogy ez mennyire jó, és ennek van még az ellenpéldája, hogy hát igen, mindannyian ismertük Timit, aki fitnessedző volt, soha életében nem cigizett, tökéletesen egészséges volt, és 34 évesen szívrohamban meghalt. Ugye, hát akkor most miről beszélünk? És hogy valahogy így az egész ilyen egészségügyi egy ilyen nagy szkepszis van, de hogy ami nekem így a mágikus gondolkodás ebben, hogy nagyon sokszor hallottam azt, hogy mintha az okozna a bajt, hogy orvoshoz megyünk. Ami ugye így nem így van, de hogy így tökre úgy tűnik, hogy igazából én addig mondjuk nem vagyok, hát most egy morbid példa, ne adj Isten, rákos, amíg nincs meg róla a diagnózis papír. Tehát amíg nem megyek el, addig ez valójában nem árt nekem. És ez egészen pusztító és szörnyű tud lenni. Tehát nem létezőből létezőt teremt az orvos egy pillanat alatt. Abszolút. Igen. Igen. De nem is tudom, közben meg van ez az ilyen népi gyógyászat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy bár így az ember érzékel bizonyos tüneteket magán, de nem fordul az orvoshoz, hanem a népi gyógyászatból menekül, ami néha ilyen
egészen abszurd ilyen tünetkezelésekkel jár. Én például hallottam, és most kapaszkodjatok meg, hogy tudod, mi viszi a lázat? Na. A cipőtalpba rakott krumpli. Mi van? Ne kérdezz meg, hogy ez mitől. Tehát ez valami, ez teljesen mágia. Tehát, hogy ennek semmi köze nincsen még. Tehát nem a csipkebogyó tea, vagy valami. Tehát, hogy amikor az eltudok kézni, hogy van benne valami vitamin, vagy ilyesmi. Hanem így hanem teljes mágia. Ja, hát igen, nekem ugye ez sok ilyet láttam a koronavírus elején, hogy jaj, csak a fokhagymát kéne benyomni rá, aztán is múlik tőle, vagy nem tudom, fokhagymát. Igen, igen. Ami latea, és akkor már meg is van ennyi, mit kell ezzel hülyeségeket itt izelni. Én a legutóbb megégettem a kezem, és felhólyagosodott, mert rosszul vizeztem le, és tudni akartam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és beírtam a Google-be, hogy így égésisebb, nem tudom, gyógyítása, vagy valami ilyesmi, és az első kettő oldal, az itt csak ilyen nőklapja kávé, ezt csinál otthon, hogyha megégetted magad oldal volt, és semmi ilyen nem tudom, tudományosan megfogalmazott nem volt ott, úgyhogy ez így egészen el van harapózva, mert ez biztos is abból is fakadhat, hogy így, hogy talán rossz kollektív tapasztalataink vannak az egészségügyel kapcsolatban, tehát így sok esetben tényleg megértem, hogy valaki még nem akar befeküdni a kórházba. Igen, én úgy érzem, hogy amúgy valahol itt intézményi szinten van egy ilyen bizalmatlanság, azért is, mert nyilván a kórházba befeküdni. Tehát ezek a rém történetek nem is annyira rém, hanem átlagos történetek, hogy így bemész, és akkor kijössz több betegséggel, mint amivel bementél, és aztán kevesebbet élsz, mint ha nem mentél volna be. Ilyeneket is ismerünk meg. Ugyanakkor én érzek egy ilyen bizonytalanságot is, vagy egy ilyen bizalmatlanságot is, hogy így az orvos hiába mond valamit, én jobban ki tudom magamnak keresni, hogy mi kell nekem, és már alapból úgy megyek oda, hogy én tudom, hogy mit szeretnék, és hogy én olvastam egy ilyen interjút egyszer valami orvossal, hogy amúgy ez a legborzasztóbb ilyen, hát amit tehet így egy beteg, és sajnos ebben én is tök sokszor beleesek, hogy így egyből odamész, és egyből te mondod, hogy te mit kérsz már rögtön, hogy te egy agyi CT-t kérsz, mert tudod, hogy ez a lábfájás, ez lehet abból, hogy van valami agylebenyed, beékelődött valami, és akkor így egyből ezt kéred, érted, hogy így hadd tudja már az orvosokban, hogy azért abból, hogy mit tudom én, milyen kortüneted van, meg miket mondasz még mellé, abból ő tudja, hogy mi kell neked, és egy csomó esetben így presszionálják őket, egy, érted, mondjuk nem tudom, vannak olyan eljárások is, mint a hagyományos röntgen, ami amúgy nem is jó elvégeztetni kifejezetten, hogyha teljesen egészséges vagy, mert van benne egy 0,1%-os kockázat magában a röntgen sugárban. Tehát, hogy azért ez így egészen van egy ilyen... De igazából az orvosok nem nagyon foglalkoznak azzal szerintem, hogy te így mit próbálsz ott előadni, mert én például meg vagyok győződve, hogy van valami allergiám, és én már próbáltam kivizsgáltatni ezt. De hogy így kb. Ennek az volt a vége, hogy így elküldtek, csináltattak röntgenfelvételt, és akkor látta, hogy meg van dagadva valami az orromba, és akkor biztos, hogy valami megfázás, itt van, szedjen be ezt a pár cuccot, és akkor majd elmúlik. És hogy így mondom, így próbáltam előadni, úgyhogy amúgy én nem két hete szenvedek ebben a problémában, hanem 5 éve, de így nem különösebben hatottam. Jó, majd jöjjek vissza, meg megint, és akkor majd elküldenek oda, meg amoda, meg akkor hívjam föl, meg... És így az érzés, hogy csak így eltolják a vizsgálatokat azzal, hogy így... Igen, nekem is volt ilyen élmény, abszolút, szóval tudok ezzel rezonálni, meg én abszolút az vagyok, aki kikeres mindent, tehát hogy én jól ismerem Ákos által mondott oldalakat is, tehát én is mindig ebbe belefutok, hogy mindig ez az első 3 oldal Google-t így át kell szaladni rajta, és utána találhatsz ilyen hiteles forrásokat, úgyhogy én már így egészen kiedukáltam magam egy csomó betegségből, amit magamra gyanítottam, és már így konkrétan tudom, van, hogy a latin nevüket is. Tehát én nem vagyok nagy orvoshoz járó, de közben meg amúgy azt tettem észre, és amúgy szerintem ez egy ilyen növekvő tendencia, hogy van a házi orvosokkal szemben is egy ilyen nagyon nagy bizalmatlanság, vagy egy ilyen presztízs csökkenés, mert az történik, nem? Tehát az esetek többség, hogy oda viszi, mondjuk ez általában gyerekeknél szokott előfordulni, hogy oda viszed a gyereket, hogy nem tudom, milyen baja van. Jó, penicillin, puf, kész. És hogy a penicillin lett a, nem tudom, az általános gyógyszer, pedig aztán egy csomó mindenre amúgy nyilvánvalóan nem jó, de így a házi orvosok azok erre. Igen, meg szerintem ebbe az is benne van, hogy egy csomó probléma, amivel felkeresik őket, annak így az lenne az oka, hogy így, vagy az lenne, hogy a gyógy mondja, hogy így, hát így maradj otthon 3 napig,
nem tudom, ne rohanj úgy, mint egy gép, így, ahogyan így az elmúlt fél évben tetted, és így el fog múlni, de hogy ezt így nem mondják, hanem akkor így mondanak valami gyógyszert, vagy ilyen tüneti kezelést, tehát mindenképpen el kell mondani egy gyógyszert. Mert hogyha így a kliens így nem hallja azt, hogy így gyógyszer van, és jobban leszek, akkor az így alapból bizonytalan. Aha, tehát van egy elvárás. Aha. Igen, és hogy mondani kell egy gyógyszert, meg hogy így, hát sok folyadék, feküdj sokat, és akkor elmúlik, és akkor itt szerencsés esetben tényleg elmúlik. Mondjuk az kellemetlen, hogyha így az orvos így begyöpösödik, és akkor így hát ilyen tök félre diagnosztizál eseteket, mert azért ilyenről is lehet hallani, azt hiszem. Igen. Én azt mondom, hogy akkor belevágnék a saját magyar mentalitás tippembe, ami szerintem így jól zárja így az egész beszélgetést, mert szerintem az egy tipikusan magyar mentalitás, hogy így minden negatív dologra azt mondjuk, hogy tipikusan magyar mentalitás. Ez nekem általában az amerikaiaknál szokott így szemet szúrni, hogy amikor így elszoktuk így, tehát amikor így elkezdjük felmagasztalni mondjuk így az amerikaiak intellektusát, ami is nekem egy külön vicces, mert hogy én így nem gondolom őket így különösebben okos társadalomnak, és hogy már így teljesen reflexzerűen, hogyha így mondunk ilyen teljesen átlagos emberi példákat, hogy hát igen, ezek a magyar emberek utálnak sorban állni. Hát ez annyira tipikus. És valójában így valószínűleg inkább az emberek utálnak sorban állni, és igazából így ennek ezen logika mentén így végigmehetnénk akár az egész beszélgetésünkön, hogy így vajon mennyi az, ami tényleg tipikusan magyar mentalitás, de azt hiszem, hogy ezzel így megölnénk az ilyen szórakoztatás értékét a dolognak, sőt, még az is lehet, hogy az is egy tipikusan magyar mentalitás, hogy azt mondjuk egy csomó dologra, hogy tipikusan magyar mentalitás, hát ez így egy végtelen spirálba lehet fűzni, szóval ez egy ilyen érdekes dolog. Igen, én amúgy szerintem ez viszonylag tényleg egy tipikus magyar mentalitás, mert hogy én sokat látogatom a Reddit-et, és annak is látogatom ilyen kifejezetten, ahol ilyen masszív diskurzusok mennek, mint az Air Politics, vagy World News, tehát tényleg ahol az ilyen, mint a Magyar Index kommentmező, tehát ahol így érted az ilyen átlagosabb emberek is megvillantják azt, amit gondolnak a világról, és hogy ott inkább én azt szoktam látni, amikor ilyen ez a tipikus magyar mentalitás helyett, ez a typical conservative thoughts, vagy typical neoliberal bullshit, és hogy inkább azt csinálják, hogy a nemzetükön belül képeznek mondjuk két külön hát, csoportot, de hogy nálunk van ebben egy ilyen kis öngyűlöleti él is nekem, vagy én úgy érzem, hogy így nem azt mondod első sorban, hogy így, hát ez a tipikusan a baloldal, mert ezt is mondod, de azért előtte mindig elhangzik na ez tipikusan magyar fasság, magyar mentalitás, és csak utána jön majd rá ez a csoport megkülönböztetés. Úgy tűnik, ebben van egy konszenzus a bal és a jobb oldal között, tehát hogy azért így az embereknek van egy olyan élménye, hogy így bárki is vezesse az országot, azért ez az ország nem annyira jó hely. Tehát így, azt mindenki így érzi, hogy azért ez a hely nem annyira jó hely, és így akkor így lehet reflektálni rá, hogyha így valaki így lehúrog valami ötletet, vagy valamivel kapcsolatban problémája, hogy na ez tipikus magyar mentalitás, ezért tart itt ez az ország. És így, abszolút. És akkor így ez a konszenzus megvan a két oldal között, hogy a lehúrogókra ezt kell válaszolni. És annyira borzasztóan destruktív, mert nem válogatnak a leúrogás módján, vagy bármiben, tehát nem mérik ezt, hogy mondjuk hitelén leúrogásnak nevezik azt is, amikor így valaki megfogalmaz egy értelemszerűen helytálló kritikát, mondjuk, nem tudom, Kovács Ákos munkásságáról, most ez jutott eszembe, és akkor így, hát ez a magyar mentalitás, hát itt művész embereket kell pocskondiázni, tehát hogy érted, hogy nincs egy ilyen vizsgálat se abból, hogy te most itt mondjuk érveltél, vagy pedig tényleg csak oda lökted, hogy szar ez, amit látsz, de nem, hanem mindenre rá van akasztva rögtön, hogy na ez a magyar mentalitás. És ez szerintem borzasztóan destruktív és hátrányos, és nem lehet így diskurzust folytatni. Az elmúlt hetekben nagyon foglalkoztat engem itt a saját városomban, egy szállodát akarnak építeni a tópartra, és ott is felmerült ez a mondat, akkor valaki elkezdte kifogásolni, hogy azért hát mégse lenne jó ezt a szállodát odaépíteni, mert hát hogy néz az oda ki, meg stb. Ilyesmi, és akkor így valaki jelent, te nem akarod, hogy fejlődjön az ország, ezért tartunk itt, ezt a tipikus magyar mentalitás okozza meg ilyeneket írgatott. És akkor így, tehát így meg se hallgatta az érveket. Hát ja. Hát igen, meg azt gondolom, hogy ez egy ilyen komoly önostorozásnak a része, szóval szeretjük magunkat így kínozni, vagy így bántani ezzel az egésszel kapcsolatban, ami biztos nem annyira jó így
Hát igen, a saját mentális egészségünk szempontjából, és most már rájöttem, hogy mi volt a példa, amit az elsőben rosszul mondtam, amikor volt a koronavírus, itt rengeteg ilyen eset volt, de például mentek a pánikvásárlások, elfogyott a liszt a boltból, vagy elfogyott a WC-papír a boltból, tipikus magyar mentalitás, így az egész világon elfogyott a WC-papír a boltokból. Tehát, hogy így... Igen, ez volt, ez tényleg volt. Igen, és amúgy tényleg ez annyira durva, hogy impliciten ez tényleg azt tartalmazza, hogy te itt most magadról is elmondod, hogy szar vagy, tehát hogy valójában a magyar mentalitásban te is beletartozol. Igen, hogy... igen. De igen, igen, elmondod amúgy ezt, de amúgy elmondod azt is, hogy amúgy te már ilyen felvilágosult nyugati gondolkodású vagy. Igen, igen. Te maga vagy Prométeusz, aki lehozza a lángot ide a csóroknak. És rávilágít arra, hogy ti milyen suttyók is vagytok. Igen. Na jó, szerintem megbeszéltük a magyarságot. Úgyhogy menjünk rá az utolsó blokkra. Jó, jó, és hát akkor az utolsó blokk az pedig a szokásainkhoz híven a kinek ajánlanánk a könyvet blokk lesz. Kinek ajánlanátok ezt a könyvet? Én szívesen elkezdem. Én azt hiszem, hogy igazából itt az adásban is ilyen nagyon súlyos témákról beszélgettünk, és nekem az egyik kedvenc idézetem az volt a könyvben, hogy a magyar ember általában meghalni akar a hazájáért, és elfelejti, hogy akár élhetne is érte. És én ennek kapcsán, amikor ilyen nemzeti ünnepeken, ilyen tüntetéseken, hát igen, szóval a nemzeti ünnepeken vannak ilyen, nem tudom, ilyen nyilvános megjelenések, és ott ilyen, hát tudjátok, ilyen esernyővel ütögetés alakul ki a két tábor között, akkor így ezeknek az embereknek adnám oda ezt a könyvet, és most itt nem azért, hogy így melyik oldalnak van igaza, hanem hogy egyszerűen nem biztos, hogy megéri ezt ennyire komolyan venni. Szóval, hogy így magyarnak lenni tök jó, egy csomó vicces tulajdonságunk van, és igazából erről is sztorizhatnánk, ahelyett, hogy így egymást, meg saját magunkat is ostorozzuk. Úgyhogy így ne vegyük annyira komolyan magunkat. Ez szép. Hát én igazából nem lesz túl kreatív, meg azt hiszem nem lesz túl ilyen elrugaszkodott. Én szívesen odaadnám egy olyan embernek, aki mondjuk most kezd akklimatizálódni. Na, nem most kezd, hanem mondjuk egy ideje csinálja az akklimatizálódást a mi kultúránkba, és mondjuk már tud annyira magyarul, hogy el tud kezdeni olvasni a műveket, és én például nem tudom, leülnék vele, hogyha mondjuk a barátom lenne, és így elmagyaráznám mondjuk az ilyen nehezebb szavakat, és így átrágnánk magunkat, és szerintem sok minden helyre kerülne így kontextusba, vagy így megérteni. Tehát, hogy ebből ez egy nagyon jó lenyomat, amiben meg lehet érteni ezt a magyar néplelket valamennyire. Úgyhogy én egy abszolút egy ilyen külföldi embernek, aki akklimatizálódni akar. Tehát én nagyon ötlettelenül igazából minden magyar embernek ajánlanám, hiszen ez a könyv valamennyire rólunk szól, úgyhogy esetleg érdemes elolvasni ennek a folytatását is. Azt ugye egyelőre nem tettük meg, de én mindenféleképpen ezt be fogom pótolni. Igen, és ha már a végén vagyunk, akkor én még megragadom az alkalmat, és felvezetem a következő könyvet, ezúttal én következem az ajánlásokban, és hát nem tudom, hogy expliciten kimondtuk-e bármikor is, de úgy gondolom, hogy azért körvonalazódott, hogy ez most ez a négy könyv, amiről most beszéltünk, ez egy ilyen magyar blokk volt, egy magyar tematika, úgyhogy én is egy magyar könyvet fogok ajánlani, mivel az elején elmondtam, hogy én magyar, de nem éreztem volna a magyar regényt annyira autentikusnak, hogy én ajánljam, hanem én kifejezetten így a saját érdeklődési körömből, meg hát így ilyen egészen talán ilyen Alexos, hogyha lehet ilyen nevelni könyvet fogok ajánlani, meg hát így nekem az egyik hát egy ilyen kulturális mintám is. Mérő Lászlónak a Mit gondol a golyó című könyvét, ami egy ilyen esszé gyűjtemény. Én úgy tudom, hogy ez az ő különböző helyeken megjelent cikkeiből, meg eszéiből van összeválogatva három nagyobb témakörben, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok ezekről az eszékről, illetve hogy mit fogunk majd beszélgetni ennek kapcsán. Hát akkor szerintem köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ez volt tehát a Lack János Milyenek a magyarok című könyvével foglalkozó adásunk, és hát két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!